Szeretettel köszöntöm a Popfilter hallgatóit és a VMN olvasóit, én Csepei Adrián vagyok. Az évadzáró epizódhoz érkeztünk, és hát nem semmi társaságot verbúváltam össze. Az az igazság, hogy nagyon rég készülök erre, és a Music Hungary konferencián végre össze is tudtam az egyik felét a bandának trombitálni. Itt van velem Nagy Eszter Mira, vagy ahogyan sokan ismerik, Mira Monóka. Szia. Sziasztok! És Kozma Kata. Hello! És azért nem mondtam el a felvezetőt, hogy ki kicsoda, mert van egy szokatlan kérésem. Ugyanis van egy nagyon rossz és nagyon általános tapasztalatom, hogyha nők beszélnek szakmáról, bármilyen szakmáról, akkor előszeretettel beszélünk, vagy akár az újságírók, akár a riporterek, akár a kerekasztal, vezetői, bárki. Előszeretettel beszélünk minden másról, mint a szakmai eredményekről, úgyhogy mi most azzal kezdjük a popfiltert, hogy a szakmai eredményekről fogunk beszélgetni két nővel, és ezt a nőt azért hangsúlyozom, mert már majd a végére szerintem kifog rajzolódni nagyon sok minden, és egy kicsit abban reménykedem, hogy sok előítéletet, meg, meg mindenféle buta sztereotípiát el fogunk oszlatni. Szóval dalszerző, producer, zeneszerző, és ezen a, ezen a nyomvonalon fogunk mozogni. Úgyhogy most nem tudom, melyik kötőkre nézzek először, Mira téged mutattalak be először. Elmondod nekem, hogy hol tanultál, és kikkel dolgoztál, dolgozol együtt jelenleg, és milyen minőségedben? Na, még egyszer, sziasztok! Akkor kezdem az ősrobbanástól. <laughs> <laughs> Hat éves voltam, amikor a szüleim felfedezték, hogy muzikális vagyok, és akkor elkezdtem csellózni. Nagyon imádtam, milyen órákat tudtam eltartani a csellóval, ezért egyértelmű volt, hogy a konciba megyek tovább, és ott ugye tanultam zeneelméletet, szólfést, meg hasonló dolgokat, de rájöttem, hogy nem a csellót szeretném örökké főtárnak, hanem elkezdtem énekelni. És akkor ö, onnan jött, hogy látta egy, ö, egy ö, deep house együttesem a Plastic Heaven, még a keleti blokkban, fújt össze minket a szél, és akkor elkezdtem megtanulni magamnak felvenni a vokálokat, persze csak így próbáltam ellesni a többiektől, és ö, amikor adódott egy alkalmam, hogy kimenjek Amerikába, akkor egyértelmű volt, hogy valamit... Ö, így a, az audiotechnikával kapcsolatosan szeretnék majd ö, tanulni, mert az angolt addigra már így me, sikerült nagyjából megtanulni, és ö, hogy legyen vízumom, ezért ö, elmentem a hangmérnök suliba, az SZI-be, amely, volt a kampusz, és ö, és akkor ott tanul, végül is lediplomáztam. Egyébként highest honors lettem. Uh -huh. <laughs> Ez azt jelenti, hogy yeah. a Egyébként csak fiú osztálytársaim voltak ott is, úgyhogy nagyon viccesen nézett ki egy csoportkép nálunk, mert ott Miami volt, kb, kb. csak fekete bőrű osztálytársaim voltak fiúk, és ö, velük, velük egy csoportkép az úgy viccesen nézett ki. Ö, és de akkor... Ez egy szállány közöttük, igen. I igen, igen, szerintem senki nem gondolta, hogy itt most erről folyik a szó. És, és aztán, amikor hazajöttem, akkor már addig is dolgoztam DJ-knek, felvettem éneket, meg írtam top okat de akkor, amikor hazajöttem, akkor elkezdtem zenét is írni másoknak, egy reklámokat csinálni, és, Hát most is ebben vagyok, hogy van egy szóló projektem, most van egy kis zenekarom is, a Mire Monóka projektel, és emellett írok pop előadóknak, meg DJ-knek, top line t meg, meg csinálom ezeket a reklámokat. Hát akivel most így visszafelé haladok az időbe, most így a legaktuálisabb dolgok, Nigel stately dolgoztam együtt. Öhm, ott nem én éneklem, most, a, a, hanem egy Betty nevű énekes lány, aki nagyon ügyes, úgyhogy ajánlom mindenkinek ezt a számot. A <laughs> oh, <laughs> Igen, igen, nagyon-nagyon szép hangja van. És öhm, ő énekelte. Nekem az volt a feladatom, hogy egy ilyen öhm, teljesen hablagy angol szöv, ö, mert egy ilyen nem létező nyelven megírt szöveget kellett angolra átformálni, úgyhogy ez, ez, ez olyan volt, mint valami sodokú, vagy ilyen rejtő, nem tudom, hogy megtalálni azokat a szavakat. El voltam vele egy pár napig, de szerintem ahhoz képest így jó lett. Aztán hát dolgoztunk a Katával együtt a Desmond Child nevű legendával, <laughs> aki ugye a Bon Jovi dalokat írt, a Kiss. Hát most is eléggé durva dolgokban van benne. Aztán Például Erik gáztal dolgoztam együtt, egy reklámot csináltam, ő csinált például Britney Spears albumra a párszámot. Uh -huh. ő, ő is úgy találkoztam vele, hogy itthon volt Magyarországon, és így a társaságban a Mester Tomékon keresztül megismertem őt, eljött egy koncertemre, és akkor utána megkért, hogy segítsek be neki a reklámnak a zenét megírni és nagyon ügyes, nagyon kedves volt, és végig támogató, és extra jófaj, Úgyhogy, hát mostanában ezeket csináltam. Hát tehát, ha valakinek ebből így nem rajzolódott ki, akkor elmondom, hogy azért ez egy elég komoly, és, és uh, nevekkel tűzdelt karrier eddig is, és még mindig nagyon fiatal vagy. És akkor Kata, mesélj nekünk. Ezek után. Hasonló. Hát ezek után, emellé, mert ez pont azért akartalak benneteket együtt, mert mert majd mindjárt kiderül, hogy nagyjából pont ugyanilyen hosszú a te CV-d is. <laughs> Sziasztok megint! Tulajdonképpen hasonlóan indult nekem is, mint Mirának. Egész pici koromban, ilyen négy-öt éves koromban elkezdtem zongorázni, így pötyörészni, és aztán hál' Istennek nagyon támogatóak voltak a szüleim, és beirattak ilyen kis külön foglalkozásokra, és akkor így elindult ez a zongoravonal ami gyakorlatilag így klasszikus vonalon haladtam végig, olyan, olyan, nem tudom, 12 éves korom körülig, és aztán rájöttem, hogy, hogy nagyon szeretek improvizálni, és úgy, hogy van, lecsuktam az ongra tetejét, és elegem lett az egészből, igaz, ilyen kis lázadó <laughs> tini, tini, voltam. Azt tudtam, hogy nagyon szeretem a zenét, és az a mindenem, és, és azt lélegzem, de, de valahogy így valami nem stimmelt. És, és szó szerint lecsuktam az ongra tetejét, és egy évig nem nyúltam hozzá, ami nagyon durva kontraszt volt, mert, mert hogy versenyeztem is, tehát hogy tényleg Aha. ilyen nagyon tipikus, tudod, ez az ilyen, ilyen, nem tudom, ilyen music kid gyerek voltam, aki minden nap valamilyen zenekari van, stb. Na, és akkor éles váltás és lázadás és minden, és, és akkor utána. Rájöttem arra, hogy, hogy igazából ö, rengeteg jazz lemeszt hallgattam így a, a családom, főleg a nagypapám révén, és rájöttem arra, hogy, ö, hogy hogy nem csak az éneket szeretem benne, hanem a hangszerelést, a zongorát, a, a, a harmóniákat teljesen megszállottan, így így megpróbáltam leszedegetni fülből. Ö, lezongorázni, amit hallottam, és így elindult egy ilyen iszonyatosan nagy szerelem a jazz iránt. És, és gyakorlatilag megtanítottam magamat uh, így, így hallásból zongorázni, jazz-zongorázni, meg improvizálni, és, uh, és akkor egy idő után, nem tudom, azon kaptam magam, hogy uh, magántanuló lettem, 15 órákat gyakorolok, ez az életem, akkor iszonyatosan nagy példaképen volt Oscar Peterson, Art Tatum, Herbie Hancock és Diana Crawl, akivel teljesen... Uh, fú, hát tényleg ilyen, nem tudom az összes albumát hangról, hangra leszettem, az éneket, a hangszereléseket, mindent. Úristen. Oh, igen, tényleg effektív megszállott voltam, ami így visszanézve, ez nagyon furi. <laughs> Most, hogy így a pop szakmában dolgozom, teljesen más világ volt, de szerencsére ez így nem, nem múlt el, csak nyilván nem az a, a fő ö, valami, amit csinálok. Na mindegy, és, és tulajdonképpen ö, így Diana Krollon keresztül jutottam el az Amerikai Berkeley College of Music Egyetemre, mert ö, néztem ilyen nyári programokat, akkor már ilyen 15-16 éves voltam. És, és akkor így láttam, hogy hú, Diana Krall játszik az Umbria Jazz Fesztiválon, hát nekem ott a helyem, és akkor így valahogy ö, azt nem tudom, valahogy kiderült, mert nem emlékszem, hogy hogy, hogy a, ő a Berkeley-re járt, és a Berkeley-nek az, az Umbria Jazz Fesztiválon van egy ilyen kurzusa. Uh -huh. És jelentkeztem, és felvettek erre a kurzusra és 16 évesen kirepültem, és életem élménye lett tényleg, szóval megismertem, elképesztő csodálatos tehetséges embereket a jazz világában, és teljesen magával ragadott, és ott találkoztam egy ö, ott tanító, Amerikában élő, de akkor nyáron ott tanító Berkeley-s professzorral, aki mondta, hogy szerinte ö, meg kéne próbálnom ösztöndíjra jelentkezni, és, és tényleg így a, a, a nagy amerikai Berkeley-re járni. Nem csak így kihelyzett kurzusaira járogatni nyáronként, és mondtam, hogy jó, persze, persze, mit kell csinálnom, és akkor mondta, hogy semmi, gyakoroljál, aztán majd jelentkezzél két év múlva. És, és akkor jelentkeztem, és felvettek, így röviden és tömörem, és, és gyakorlatilag összetucoltam, és elmentem Amerikába, és így négy és fél évig ott jártam a Berkeley-re ahol mondjuk így a felénél rájöttem, hogy hú, basszus, megint valami lázadás történik bennem, a lelkemben, és én nem biztos, hogy jazzongorista szeretnék lenni. Ö, addigra egyébként iszonyat nagy megtiszteltetés volt, hogy így kiválasztottak így a világ öt legjobb feltörekvő női jazzongoristái közé, és így tökre sokkotlan. Mint ha... egy mellékesen. <gül> <gül> hát nem, nem, csak hogy így így tényleg nekem, nekem én tök, tökre más um, szemlélet, te voltam így a, a, a zene felé, meg, meg én, én tényleg nem azért csináltam, hogy versenyezek, vagy ilyen brutális eredményeket érek el, hanem azért, mert, mert nem, azt éreztem, hogy ha nem ülök ott mondjuk a hangszer mellett, akkor, akkor, akkor nem, nem tudom, hogy mi csináljak effektív. Tehát, hogy így barátokra is tök kevés időt szántam akkor, mert annyira imádtam. Tényleg, mint egy meditáció olyan volt az egész. Nyilván um, ezer más helyen kellett így az egyetem alatt helytelni, de mindig arra vártam, hogy vége legyen az órának, is másság. zongorázni, zongorázni, zongorázni. És akkor ebből lett az, hogy megismertem egy csomóféle fajta embert az egyetemem, eh, dalszerzőket, felháborítóan eh, csodálatos és sokszínű eh, énekeseket, hangszereseket, és akkor jöttek a producerek. Az volt a, az volt a gond, hogy mellém beköltözött Ryan Tedder nevű producer, aki, aki hát ez tényleg elképesztő volt, tényleg ott így, így olyan biteket, kicsit ilyen Timbaland jellegű biteket csinált, és ott szólt mellettem, üvöltette a zenét mindig, és, és akkor így átjárkáltam, hogy fiút, na tesó, ez mi? <síns> Mégis <síns> mit csinálsz? Igen, bro, what's good? És akkor átmentem, és mondta, hogy na jó van, hát akkor megtanítalak erre-arra. És, és akkor ott gyakorlatilag elkezdtem biteket csinálni. Ez ilyen jó fej egyébként, tehát hogy nem az ő volt, nagyon, hogy adjon már magad, nem, mit akarsz. Nem, hanem? nem. Ez kint tök más megy szerintem, mint itthon. Szerintem itthon egy picit, egy nyilván icipici piac, érthető bizonyos szempontból, de 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 nagyon más, nagyon hmm. nagy a kontraszt. És, és Ryan nagyon jó fej volt, és tényleg odaültetett így a, a gépéhez, és, és elkezdtünk biteket csinálni, és aztán így az lett végül is ebből a napi 10-15 óra zongorázásból, hogy 10-15 óra beatmaking. És akkor ez így kezdett nagyon átalakulni, és ott álltam hogy a Berkeley közepén, hogy basszus, nekem van egy ilyen kúra jó, bocsánat. Nyugodtan lehet. Ilyen kivált utam, Bí? tudod, de jó, igen. Majd majd kibipelítek után. Nem kell. És így most mit csináljak, mert hogy fingom nincs, hogy hogy kell biteket csinálni. <laughs> de hogy így, de igen. Bocsát, akkor akkor, magamat adnám, igen. Fogd de hogy így ezt nagyon-nagyon szeretem, és, és hogy tudom a, a jazzvilágát is alkalmazni, mert hogy a soul, meg az army, meg a gospel, az nyilván összefolyik a jazzzel, blues minden abból jön. Jön, és, és hát elkezdtem kísérletezni, és aztán végeztem az egyetem, és elmentem New Yorkba, ahol nyilván folytattam a jazz mert azt tudtam így így professzionálisan űzni, abból tudtam pénzt uh -huh. keresni, de végül is éreztem magamban, hogy ez, ez nagyon nem az lesz, amit szeretnék csinálni, és, és akkor így Um, a munkák a mellett elkezdtem csinálni, uh, találtam egy, egy lányt, konkrétan uh, egy homeless lányt, aki kurva jól énekelt, és oh. mondtam neki, hogy egy fiú, nem akarsz egy lemezt csinálni? És így mondta, hogy fuck yeah, bitch! De hogy is konkrétan ez? Na, úristen, ez nagyon jó, és, és a kis... Maradjunk ilyen... annyiban, ha ezt magyarul mondta volna a Kata, akkor kisipoltuk. Igen. Nem, de hogy örült neki. Igen, nagyon, nagyon, igen, és, és konkrétan így elkezdtünk a a, mit tudom én, nem tudom, 5 négyzetméteres mini ö, teli szobámban egy ilyen 2012-es ilyen alig működő MacBook pro csinálni a zenéket, amiből az lett, hogy, ö, hogy csináltunk egy ilyen tök jó fundraisinget, és, és ö, ezzel meg tudtuk támogatni így a mixing folyamatot, master folyamatot, stb. És kiadtuk a lemezt, és azóta így a világon mindenhol így ilyen urban rádiókban ilyen, mit tudom én, ilyen hip-hop pop, uh, nem, hip-hop R&B rádióban uh -huh. játszik, főleg Amerikában. Majd jön egyébként ezzel kapcsolatban egy nagyon-nagyon izgalmas történet, amiről még sajnos nem beszélhetek, de uh -huh. de nagyon, nagyon nagy dolog lett belőle, igen, és uh, De hogy akkor a lány élete, a lány élete egy nagyon szuper. jó fordulatot vett. Igen, és természetesen nem miattam, hanem, hanem ő saját maga <laughs> csodálatosan talpra állt, és, és Úgy imádlak benneteket. <laughs> nem tudom, hogy figyelitek-e magatokat, hogy volt lehetőségem, Sikerült lediplomáznom, nem nekem, hanem a saját tehetsége. Az ugye megvan, hogyha pasikkal beszélgetnék, akkor ezek nem hangzanának el. Szerintem egyébként ez tökre változó. Én azt vettem észre, hogy, hogy egyes csajok is tudnak nagyon idegesítően, így, így, ilyen narcisztikusan beszélni. Egyébként én is tudok, csak ritkább. Jól csak van ritkább nyugodban. egyébként igen, és, és, és igen, tehát ugye én nem szeretek így sztereotipiákba belemenni, de, de, de azért igen gyakrabban fordul elő az, hogy az, hogy mondjuk teljesítményekről esetleg nem hogy mondjam, nem, nem, annyira visszafogottan beszélnek, Igen, de, bár, azért azt, azt ide, ide, ide tűzöm, mert hogy valaki félreértse, tehát azért ez, ez, nem jellemző itt a Apo stúdiójában, ide mindig jó fejembereket hívunk. <laughs> tehát, hogy így nem jó, jó fejem... fejember, jó fejembereket <laughs> Hát de fej, én nem akarok nem jó fejemberekkel beszélgetni, és pont a, a Diaz volt itt a múltkor nálam. Ja, na, nagyon na, nagyon ő, cuki. ugye, ő tipikusan az, aki, aki soha nem fog így Diaz for president. Na, jó. Meg mira. mira és Diaz. Mindenképp for president, aki igen, a, de a de stúdiójában igen, van. Igen. igen. Na, bocsáss meg, nem akartalak félbeszakítani. Tehát, hogy, hogy akkor ezzel tulajdonképpen, tehát, hogy ezért túlmutat önmagán, ez nem csak egy tök jó lemez projekt volt, nem, hanem nem, ez nagyon. megváltozott az élete. De neki is, és nekem is, és, és, és az volt a durva egyébként, hogy én nem ismertem más női producert egyáltalán, sőt, hát ugye nyilván magamról sem gondoltam, hogy női producer vagy producer vagyok, mindegy, hogy hogy hívjuk hanem, hogy így, hát én imádom ezt a zenét, igazából én a gépen csinálom ezeket a zenéket, följátszom minden hangszert, és, és megírom a dalokat, meg meghangszerelem, vagy együtt megírjuk a dalokat, én hangszereltem, és, és így tökre kerestem így mentorokat, meg, meg olyan, olyan igen női példaképeket, akikre felnézhetnék, vagy akik így picit utat mutathatnának, de, de valahogy így nem, nem igazán találtam producereket, és ez a mai napig egy, egy iszonyatosan ilyen, tényleg, hát szóval mit tudom én, a, a, azt tudom, hogy dalszerzők itthon, mondjuk magyarországi dalszerzőknek körülbelül 40% a nő, producer, az szerintem 0,0001. Tehát ő, én, én valahogy ott nem találtam, itthon sem találtam olyat, aki tudott volna így ebben irányítani, és most már hál' Istennek itt Youtube-on, meg, meg így a barátaim, meg songwriting kempeken keresztül találtam olyan embereket, akik, akik, nők és, és hangszerelnek és, és produceri munkákat csinálnak, de, de iszonyatosan kevesen vagyunk, és azért örülök, hogy, hogy itt van például Mira mellettem, aki egy iszonyatosan, hogy mondják, alulértékelt, ilyen van? Igen. Alulértékelt, vagy al alábecsül, al alá... Mind a kettő igaz igazra. Ö, producer, azért aki, akiről azt hiszik, igen, igen, de ez hogy, hogy ez fontos meg De nekem ez egy konkrét célom volt ezzel az adással, hogyha van egy kislány, vagy sok kislány, aki azt mondja, hogy én ezt tök szívesen csinálnám, de engem folyamatosan ekéznek, hogy jaj, már nem tud bekapcsolni a laptopodat, Na sem hát meg konkrétan. nem értesz hozzá, akkor az meghallgatja ezt az adást, és azt mondja, hogy basszus, ha a Mira ja. és a Kata ezt tudja csinálni, akkor én is tudom csinálni, és van előttem példakép. Ez egy, egy konkrétan, azért hívtalak meg benneteket ide, hogy, de hogy hogy legyen egy referencia, amit meg tudnak hallgatni a lányok. És igen, én ugyanazt gondolom, amit te, hogy uh, iszonyatosan buta tudunk gondolkodni ide is, még szerintem globálisan is bőven van a zeneiparban azért uh, még meló, ezzel a himsovinizmussal kapcsolatban mondjuk. Persze. És uh, azért akartam, hogy szakmával kezdjünk, hogy ne az legyen, hogy nem tudom, bejöttetek körömlakokról beszélgetni, vagy bármi. Mondjuk ar arról is bár bármilyen mennyiségben. Bármilyen mennyiségben, csak hogy uh, ez egy szerintem Szerintem de egy autókról is. dolog. Autokról, bármilyen témáról. Mondjuk én autokról nem annyira, de, de <laughs> hogy fociról például szívesen. <laughs> Úgyhogy, na. De nagyon köszönjük tényleg, hogy így ö, ezt, ezt fontosnak tartod előtérbe helyezni így a női producereket, mert ö, pont most jött velem szemben egy, egy olyan lista, mindegy ö, egy, egy szakmai lista, <gül> ahol <gül> nem megyünk bele, annyi jött Bele mehetünk a nyílt ja, levele. De nem csak, mert jó, végül is igazából fontos, mert hogy szeretném, hogyha ez egy szuper együttműködés lenne, nem egy, egy negatív dolog, hanem egy olyan dolog, ami előre tudja esetleg lendíteni. Na mondj, ezt a... várja, induljunk a kh és mondjuk el, hogy yes. te írtál egy nyílt levelet írtam egy nyílt levelet a Petőfi Kulturális Ügynökség nagy lemez programjának a szervezőinek, és, és a Petőfi kiírt egy ilyen gyakorlatilag egy célorientált tehetséggondozásról egy pályázatot, ahol fiatal kezdő producerek és szerzők főleg szerzők jelentkezhetnek egy mentor programra, ahol őket mai magyar elismert producerek fogják nagylemezre mentorálni. Ez egy tök szuper kezdeményezés. Ezt én azt gondolom, ez egy nagyon jó kezdeményezés. Miről szólt a nyílt leveled? A nyílt levelem arról szólt, hogy, hogy idegbe jöttem. <gül> <gül> ez, ez lesz a címünk. Idegsávát <laughs> kaptam, igen, befeszültem. Ráfeszültem a témára. Nem, de, de igazából, ha őszintén akarok erről beszélni, elszomorodtam, mert azt láttam, hogy mit tudom én, nem tudom, hogy most 15 vagy 20 ember van ezen a listán, aki mind férfi. Uh -huh. és, és úgy voltam vele, hogy basszus, hogyha én ismerek élből 10-12 női, kiváló teljesítményű és képességekkel rendelkező női. Ö, producert, akkor, akkor az nem létezik, hogy egy ilyen ö, szervezet, aki ezzel foglalkozik nap, mint nap, ö, ne ismerne. Ha nem ismer, erről szólt egyébként a, a nyílt levelem, hogy kedves Petőfi kulturális valap, vagy ügynökség, szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy ezen a listán csak férfiak szerepelnek, és nagyon-nagyon-nagyon nagy szükségét érzem annak, hogy a 21. században igenis szerepeljen egyéb nem identitású producer ezen a listán. Ez egyébként nem, természetesen nem csak nő, lehet bármilyen egyéb nem identitású. Nyilván itthon ez, ez kurva nehéz megtalálni, mert eleve aki előbújik, aki transz, tehát hogy erben ne is menjünk bele abba, hogy hogy a, a gender itthon mennyire nem, öm, hogy mondjam, nem előtérben helyezett téma, és hogy... hogy nem a, jól előtérben helyezett hát, de, téma. Hát eleve nem jól, de hogy, hogy szerintem így a legtöbben bújkálnak, hiszen egy, egy ilyen öm, rendszerben, ahol ahol nem tudsz sajnos szabadon önmagad lenni, öm, nem az lesz az első, amikor mondjuk, mit tudom én, tehát producerként öm, kijössz, hogy, hogy akkor hello, here's my new track, és... Öm, egyébként transz vagyok. Tehát, hogy nem, nem annyira jellemző szerintem ez, hanem inkább az van, hogy, hogy aki, aki egyéb nem minden hitású, az, az kb. bujkál, és csinálja otthon a jobbnál jobb zenéket, és kiadja mondjuk külföldön, ismereket is, vagy hát a nők igen, a nők meg, meg hát tényleg szóval. Hát majd mindjárt szépen körvonalazzuk, hogy mi minden, igen, amivel igen. szembesültök. Kaptál-e választ? Kaptam választ, erre még azért nem válaszoltam, mert, mert elhatároztam, hogy mindenféleképpen konstruktív választ szeretnék küldeni, ami végül azt találtam ki, mert az alaphang nevű Facebook csoporton, ahol a mi Magyarországnak a, a gyakorlatban Magyarország ilyen zenész community-nek az ilyen összefoglaló csoportja, ahol mindenféle híreket, egyéb dolgokat lehet posztolni, és akkor oda beposztoltam a választ, amit kaptam, uh -huh. és érdekelt, hogy mit szólnak. Ja, meg, meg a nyílt levelet is beposztoltam. És én, ez... én is egy ilyen csoportban találkoztam vele. Igen? 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 Ott láttad az alaphangban? Igen. Oh. Nem a, vagy nem az alaphangban, de lehet, hogy ott, nem tudom lehet, nem tudom, mert több helyre is azt hiszem, hogy eljutott, de, de, a lényeg a lényeg, hogy szerettem volna, hogyha ezt tényleg mindenki látja, ez nem egy privát beszélgetés lenne, hanem akkor kezdjünk el diskurálni erről. És, és tökéletes dolgokat írtak emberek, és azt találtam ki, hogy, hogy akkor viszont, ha tényleg a, a Petőfi nem ismer ennyi egyéb nem identitású producert, akkor legyen egy olyan kezdeményezés, hogy nyitok egy Excel táblázatot, ami egy nyitott Excel táblázat, ami azt jelenti, hogy szerkeszthető, tehát mások által is hozzáférhető akár. Természetesen, eh, ahova be tudod regisztrálni magad, mint producer, eh, slash, vagy per zeneszerző, eh, beírod a neved, a, mondjuk az instádat elérhetőséged, és ezzel vizibilitást kaphatsz. Uh -huh. Ez persze nem csak nőknek, vagy egyéb ö, gender, genderű ö, producereknek szól, hanem bárkinek, aki úgy érzi, hogy, ö hogy szeretne -e szerepelni ezen a listán, de minden esetre az biztos, hogy ezt a listát, ezt el fogom juttatni a Petőfihez, és egyéb szervezetekhez, akik, akik a, a diverzitást támogatják, a nemi diverzitást, és, és azt szeretném, hogy ez, ez országos szinten működjön. Mert erre baromi nagy szükség van, és, és szerintem egy ilyen lista nem létezik még, legalábbis én nem hallottam róla. Én sem. Mira, te említettél több olyan szót is, amit úgy érzem, hogy azoknak a hallgatóinknak, akik nincsenek napi szinten benne a zeneiparban, kell egy pici segítség, hogy elmagyarázzuk. Például a pró, mit jelent az, az hogy... Azt jelenti, <laughs> a bécs, <jobb. laughs> <bitch, azt> <laughs> Én most például <laughs> arra gondoltam, hogy mondd el, hogy mi az, amikor toplányt írsz. A, topline az a, a vezető dallam, Hát általában a verzének, meg a, meg a reflének a vezető. A verze, magyarul verszak. Igen, azért, igen, a bocsánat, senkit nem akarunk hülyének nézni, de én tudom, mm. hogy aki nincs ebben benne napi szinten, annak segítség az, hogyha egy picit ezt... Tehát, hogy úgy tudja tovább hallgatni az adást, hogy érti, igen. Hogy, hogy mi Köszönöm. mit jelent. Egyébként jó és mert nem akarok ilyen uh, hangol szavakat használni, csak uh, egyfolytában <laughs> <laughs> egy így látom le Hát így használom használom le, hívva, már a zenében, és igen azért. Igen, ezért nekem már a fejemben úgy van, hogy ezt úgy hívják, de persze van szóval várszaknak is lehet. Üm, vezető dallamot hívják így, és a, a vokálok azok ez, ettől független dolgok, vagy uh -huh. hogy azok azokat nem feltétlenül hívják topline-nak, de én azt is meg szoktam csinálni Hogy <laughs> <laughs> Hát így a szöveg és a, a dallam. Igen, a szöveg és a, a fő, amit így mondjuk átudolnál, hogyha beszélsz egy dalról. Jó, a másik, amit uh, mondtál, ugye ezek a kempek, ahová... Ez tábor. A tábor. <laughs> é, hogyan mondanál, Magyarok magyarok, Tábornak hívják egyébként. Nem. Tehát, tehát a, a így... hivatalos artisius songwriting Campnek hívják. Igen. Na, tehát ez, hogyha nagyon a tükörfordítással, mi ez dalszerző tábor, de ez hogy kell elképzelni annak, aki még soha nem hallott erről? A dalszerző táborokban ö, dalszerzők vannak. Na <laughs> <laughs> jó, de tudod, ez alapján igen, úgy képzelem, mint ö... egy osztály kirándulás. de olyan, I igen, olyan Vannak is stúdiók. Uh, például voltunk Akatával együtt a Brody-ban, ott uh, felszerelték, ugye az át van ilyen stúdió része is a Brody-nak, de hogy uh, bármilyen hely, helységbe lehet egy tábort megrendezni, ahol van uh, hangfal, és uh, van egy mikrofon, és van egy laptop gyakorlatilag. És, um, és akkor itt uh, ő random összeraktak uh, mondjuk szövegírókat, énekeseket, producereket. Volt, hogy zenészeket, volt, hogy mondjuk egy gitárost, és akkor az ő együttműködésüket az így elősegítette, hogy megtanulja másokkal együtt dolgozni. Ez arra jó, hogy megtanuld azt, hogy egy dalnál mennyire fontos az, hogy kivegyed a, az egót a szobából, hogy mennyire fontos az, hogy megtanuljál másokkal együttműködve dolgozni, mert mindig, mindig van egy ilyen alapigasság, ami, ami egy dal kapcsolatban, Mindenkinek lehet jó ötlete, de mindig a legjobb ötlet nyár, mert uh -huh. azt így valahogy érzi belőle az ember, hogy az volt a legjobb. És, az, az, és nagyon jók ezek a táborok, mert egy csomó emberrel meg lehet ismerkedni. Nekem is így lett egy csomó jó. Például voltam kint Franciaországban, amikor elkezdődött a COVID VLV-nél. És ő, ő Franciaországban egy nagyon menő pop producernek számít, és bár nem vele voltam összerakva az egyik ilyen táborban, de ő, ugye bejelöltem Instagramon, mert tetszett a zenéje, és akkor valahogy valamikor egyszer csak írt, hogy mikor csinálunk egy közös dalt, mert ugye ő is visszajött, és akkor hallott egy számot tőlem, úgyhogy szerintem ezek nagyon jó lehetőségek, hogy embereket összekössön. Mert alapból, hogyha én csak ráírtam volna erre a producerre, hogy szia, itt vagyok, Mirácska Budapestről, akkor nem biztos, hogy nem biztos, hogy visszaért volna, vagy elolvasta volna, de így, hogy már találkoztunk, hiába nem dolgoztunk együtt, de valamennyit így hallott rólam, így megnyíltak utak előttem. Úgyhogy ezért is nagyon jók ezek a táborok. Ki szervezi? Mert tud, ez most rávezető kérdés, mert a, a Music Hangerin volt egy panelbeszélgetés, ahol te is meghívott vendég voltál, és ott viszonylag sokat meséltetek az ilyen uh, songwriting kempekről. Uh, kik szervezik? Mert többféle módon is összejöhet egy ilyen tábor. Igazából bárki szervezhet ilyen tábort. Én, um, én is... Um, mi szoktunk olyat csinálni, hogy lemegyünk pápára, és akkor az, ez azért nagyon jó, mert teljesen kizárjuk a külvilágot olyankor egy pár mm -hmm. napra, és például az, a szuper nem lemez a legutóbbi is ott készült, akkor mi, mi az előző karantén alkalmával, a Punanis is Felcsermátéval voltunk egy kempen, úgymond, mert igazából egy karanténba voltunk, és felállítottunk kettő stúdiót a, a pápai, ott volt egy ház Egyébként pápai tavak úgy lehet rákeresni, hogy playa luna nagyon szép hely és akkor ott ott így megírtunk egy pár számot és annyira annyira más a hangulat egy egy ilyen környezetben megírt zenének, mert ugye nem az van, hogy mit tudom én, négytől hatig van pár percet zenélni, Aha. hanem ugye el tudsz mélyedni benne, hogyha akarsz, akkor két napig csak ezzel foglak, utána három napig hanyagolod, és utána megint vissza egy hétvégét csak ezzel. Úgyhogy jó, mert így kiszakít a mindennapokból. És akkor van olyan is, amikor mondjuk egy előadó, tehát úgy képzeljük el, hogy egy világ szinten is szupersztárnak számító előadó azt mondja, hogy a következő albumára ő ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt a producert hívja meg egy egy táborba. Igen, ez külföldön úgy működik, hogy ott ilyen um, csoport, hogy ott nagyon sok író van egy számon, egy számra, és általában nem is mindegyiket adják ki, szóval vannak ilyen writing session és akkor a legjobbat, amit úgy érezem, gondolom a menedzsmentje és az artistnak, meg így ő maga is, azt így kiadják. De ezért van, hogy ilyen tizenvalahány szerző van egy számom, vagy... Tehát nem az, hogy mondjuk e-mailben küldözgetik egymásnak ilyenkor, hanem ott összejönnek, és a helyszínen írják meg a dalt. szerintem az azért hatékonyabb persze sokkal, <laughs> hogy, hogyha találkoznak. Ez az e-mail ez mindig így lelassítja a folyamatot, meg hát igen. Igen, de most már, most már van egy csomó virtuális kemp így a Covid miatt. Én uh -huh. elég, elég, sok ilyen virtuális kempen vettem részt. És valóban nem annyira hatékony, mint hogyha együtt egy szobában írnánk, de, de azért működik. Szóval az van, hogy mondjuk optimális esetben nem a nulláról kezdjük, hanem mondjuk én elkészítek producerként egy tracket, egy dalt, a zenei alapot, az instrumentális alapot, mondjuk három verziót, körülbelül tudom, hogy milyen jellegűt szeretnének, hogy mit tudom én egy up gyorsabb popzenét, vagy egy rock tracket, vagy egy R&B tracket, és akkor három különböző karakterű bedobok így a közösbe, és akkor a, a szerzők, a dalszerző meg a meg a topliner, aki a dallamot írja, ők eldöntik, hogy akkor mivel szeretnének foglalkozni, és akkor én akár le is léphetek mondjuk közbe, nem tudom, elmegyek meg, sétáltatom a csivavákat, vagy valami, <laughs> és ők meg közbe írják, és mire visszajöttem, addigra, addigra mondjuk mit tudom én, a felét megszülték a, a, dalnak. De... Hát egy picit akkor, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor részben az, amit mondjuk a Dalfutár című műsorban Konkrétan. láthatunk, amit ugye mind a ketten szerepeltetek már a Dalfutárban, csak ugye ott annyi a nehezítés, hogy nem ismeritek, hogy kivel dolgoztok uh -huh. együtt, csak a második részre. Itt pedig ugye nyilván az elejétől együtt dolgoztok. Na, ha már Dalfutár Mira volt, egy, egy olyan mondat, ahol felszállt a szemöldököm, amikor a hajós bemutatott téged. Egyébként abszolút szakmailag megkérdőjelezhetetlenül az eredményeiddel, azzal, hogy mennyire profi vagy, és nem tudom. De hogy azért a végére úgy, úgy elhangzott az is, hogy azt mondják rólad, hogy nehéz eset vagy. És ezen én egy, úgy egy kicsit felbosszantottam magam. Öh, Csípőn van a két. Gyere, kedves! a én, Nagyon sajnálom, hogy ezt nem látta senki, de mintha így egy mémmel ábrázoltuk volna. Ez Na. Fú, hát az az igazság, hogy én ezen nagyon sokat gondolkoztam. Um, én nagyon a szívemre veszem ezeket. Már próbálom ezt így kezelni jobban, de um, amikor én benne voltam ebben a helyzetben, akkor én nem éreztem magamról azt, hogy én nehéz eset lettem volna, és az volt, hogy én megkérdeztem a elég kritikus barátaimat, meg um, meg egy barátomot is, hogy hogy mit gondolt erről, és, és ő is azt mondta, hogy szerinte, hogyha valaki ebben a szakmában benne van, és ezt ő így végignézte, és egy picit is jófáj, akkor ő, ő neki lejött, hogy én így mit szerettem volna ezzel, és azok, akik így teljesen kívülállónak nézik, és egy picit se látnak bele, azok voltak azok, akik, akik ilyen negatívan, vagy nem tudom. De hát ér, itt nem megint nem. a gender, tehát hogy, Pontosan. tehát, hogy az, hogy a Mira, érted, 600-szor szóval dolgoztam a Mirával, ő egy iszonyatosan profi ember. Ő nem szórakozik, nem, izé, tök fókuszáltan, volt, volt olyan nap tényleg, hogy a stúdióban, Amerikában, amikor egy kempen voltunk, érted, órák, hat órát, vagy nem is tudom, egész nap 8 órát lent volt, amíg nem úgy szólt, amíg ő akarta. Ez Magyarországon kiborít mindenkit, hogy egy nő, ráadásul producer voltál, ugye a, a hogy, hogy ő tudja, hogy mit akar, amire egyáltalán nem nehéz eset. Tehát... Én pontosan ezt akartam mondani, és azért, azért tettem fel egyáltalán ezt a kérdést, mert én attól a pillanattól fogva semmi másra nem bírtam gondolni, csak arra, hogyha ugyanezt, tehát amit, ahogyan te dolgoztál, ha ugyanezt egy pasitól látjuk, föl nem merülne senkiben, hogy Hát nekem, meg egy reality show azért. Az hatán. volt, igen, azért reality, mert voltak azért olyanok, hogy ezt azért is csináltak, hogy rákat a videóra, hogy cica harc a Nem volt semmiféle cica harc, szóval mindenkivel tök jóba voltunk, és semmilyen konfliktus nem volt. Voltak olyanok, hogy mondjuk ültem a széken, és így gondolkoztam, és akkor az egy másik ember beszéltem, és akkor odavágták azt, hogy én ott ülök, és így elnézek így a plaforra. De ez nem, de, de az nem azért történt, mert én flagma vagyok, hanem azért történt, mert ott volt egy 15 perc szünet, amikor én éppen néztem a pókhálókat a falon, unálmamba. És azért, azért volt benne egy ilyen, ami megvezetheti az embereket, de alapvetően egy producer az az utolsó lépés úgymond, amikor az összes addigi szállat így össze, megpróbál összefogni. És olyankor egy picit bele kell, hogy szóljál mindenbe, mert, végülis ez a dolga, a dolgot, hogy az egészet így összehozd egy dologgá, és ezért az ez így tök nehéz, hogy kénytelen vagyok ilyenkor másoknak beleszólni a munkájába, de én azt, azt a, azt a műsorban hogyha visszanézik, láthatták, hogy mindig úgy kezdtem, hogy ezek csak javaslatok, és hogy bármilyen kompromisszumra nyitott vagyok, hogy soha nem fogtam fegyvert, hogy akkor ez most így lesz, vagy soha nem legalábbis kamer -ra, kamer -ra kamerán kamera, kívül legfeljebb. <laughs> Meg azért persze stresszes is voltam, mert ez volt nekem így az első ilyen nagy tévés a super Size ba hogy ez egy ilyen pár napon belül kellett megcsinálni, és folyamatosan pörgettek minket amúgy, és én amikor hazamentem, akkor is egy ilyen pár órás alvás után addig tyúnolgattam a, a hangot, próbáltam így összehozni, szóval rajtam egy tök nagy ilyen megfelelési kényszer volt, úgymond, hogy, hogy ez most jól süljön el, de, de az nem senki felé nem szólt semmi negatív, hanem csak így magamat stresszeltettem be, mint mondjuk egy főzőműsorban, hogy látják az emberek, hogy, hogy, fel van pörögve az ember, és így próbálja a legjobbat kihozni, hogy bennem is ez volt, hogy most nagyon rövid az idő, és, és ez alatt kell egy olyan produktumot leraknom, amit így évekig kell majd hallgatnom. Most, hogy a Music hungary beszélgettetek, ott több, tehát volt férfi, női producer is, vagy dalszerző, és ott már azt éreztem, hogy nem, tehát hogy, hogy van közöttetek egy nagyon jó szakmai viszony, tehát hogy föl nem merül semmiféle előítélet, de de azért ezt tudjuk, hogy hogy lé, léteznek mindenféle előítéletek szakmán belül is, meg a hallgatóság részéről is, meg, meg nyilván a kommentekből. Ha esetleg nem sejtenénk, hogy vannak ilyenek, akkor kommentekből látjuk. Ti mivel találkoztok a leggyakrabban? Mert mint hogy negatív hogy kommentek. -e? Negatív kommentek, vagy hát ez olyan ez... sztereotíp. Tehát amikor valaki akár nem is rossz indulatúan, de azért úgy, úgy a, a szexizmus az megjelenik. A leggyakoribb az nekem az, hogy úristen, nem gondoltam volna, hogy egy nő ilyet tud. <sínt> és tudod, én ülök, és ilyen takarodjál már ki mennyi <sínt> <sínt> Menjél már Tudod, hogy így Nyilván, tehát nyilván minden az oktatással kezdődik, ez szerintem javulni fog, hogyha a sulikban meg ez lesz női példakép, stb. Az, az nyilván fog dobni a dolgon, de hogy ez egy nagyon gyakori komment, e, vagy hogy de fura, azt hittem, hogy hiszt is leszel. Tudod, és én ilyen igazából te vagy kurva idegesítő és hiszt <laughs> szemmel össze magad, de nem, most így túlzok egyébként, nem, nem szoktam soha így negatív ö, ö, nem tudom, környezetet biztosítani egy, egy sessionen, de, de szerintem ezek iszonyatosan gyakori dolgok, nem tudom mire. Nekem az, ami nagyon belém ivódott, hogy a, a Begivel dolgoztam együtt elég sokat, mielőtt. A csak, hogy, hogy, igen, Igen, és ő, ő, nagyon sok pop előadónak ír zenét egyébként, egy csomószor ezt így nem is tudják az emberek, hogy mondjuk a Boginak a körutat így én írtam így a Begivel, ami például itt a híres lett, meg így jól teljesített dal. és de írtunk filmzenét, írtunk mindenféle hülyeséget, és az volt, hogy ugye ezek így jól teljesítettek, addig, amíg ugye nem volt előtérbe az, hogy ezt kicsinálta. És akkor írtunk egy számot, és behívott a rádió egybe, hogy bemutassuk a számot, és akkor egy picit a közönséggel is tudjunk így találkozni, vagy hogy kicsit interaktívabb legyen a dolog. És én egy hatalmas mosolyal a számon ültem ott, tökre vártam ezt a pillanatot, és egyszer csak elkezdték olvasni az élő kommenteket, és így ilyen ilyen gyalászkodós, Jézusom. hogy olyan volt, hogy így, hogy így megpróbáltak engem beállítani egy olyan lánynak, hogy engem ide most bevásárolt valaki. Oh, hogy, hogy, és és annyira kellemetlen volt, mert köpni nem tudtam, szóval nem tudtam, hogy most befelvegyem a kesztyűt, vagy egyébként nem, nem, ilyen ember vagyok, hogy most így visszatámadok, hogy nem tudom, hanem így meg voltam így fagyva, és így az volt, hogy mondta közben a hostess, aki ezt így olvasta, hogy ú, egyre durvábbak jönnek, és ott, ott, úgy éreztem, hogy összegyűlnek ilyen gyalászkodó emberek, és most Igen. azt érzik, hogy most így végre kiadhatjuk valakim, és annyira kellemetlen volt, mert utána éreztem, hogy így a műsorvezetők is olyan elbúcsúzásnál olyan, hogy egy kicsit, mint a ciki lenne velem barátkozni, és én nem csináltam semmit, csak írtam egy, 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 egy az a indúzt, azért, de ráadásul nem is a fesztiválra írtam azt a számot, hanem teljesen függetlenül, csak a fesztivál megkért, hogy hadd legyen az övék a szám. Szóval én nem is az volt, hogy tényleg most így valaki betett oda, hanem a, már a kész produktumot vette meg a De tértek ezek azok az emberek, akik így iszonyatosan unatkoznak otthon, és tök sok frusztráció van bennük, és, és, és így nincs jobb dolgok, mint ilyen hülyeséget irogatni. Egyébként szerintem ennek a nagy része egyet nem személyes, hiszen nem ismernek. Tehát ez hát, szerintem Magyarországon eléggé jellemző, hogy igen. valaki kirak egy, egy egy minőségi produktumot, és azonnal megy a fika. Tehát, hogy ez egy hát ilyen alapvájp. Erre kicsit rosszul, tehát hogy mondjam, nem azt akarom mondani, hogy nagyon minőségi volt, mikor nem tudom, húsz évvel ezelőtt zenéltem, de hogy a klasszikus, amikor nem hogy az élő is belekötnek, de abba is belekötnek, ami, amiben nem lehet belekötni, mert nincs ilyen. A kedvenc kommentem ever a, a zenémre, hamisan rappelsz. <gül> <gül> ez jó, ez, nagyon jó. Ezt, ez így, jó. Hogy ezt kérlek fejst ki, hogy, hogy, hogy a szarba lehet hamisan repelni, tehát hogy please! Na, és tehát, hogy igen, én azért ezt így éreztem a saját bőrömön is, és nekem pont ezért is célom, hogy amikor csak lehet, akkor, akkor olyanokkal beszélgessek akik, akik tudom, hogy esetleg egy kicsit nehezített pályán futnak. Egyébként én ezúton üzenem mindenkinek, aki szerintem mire nehéz eset, meg mit mondtatok, hogy, hogy hisztisek vagyunk, meg nem tudom, hogy bocsánat, hogy ezt elmondom, de egy hotelben aludtunk a, a Music hungary és uh, már hát, hallom a kommenteket, nem, 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 hallom, hallom, nem, nem, hallom. nem, egy szobában. De figyelj, mira, bármikor leszek veled egy szobában, szerintem nem ciki veled barátkozni. hanem hát, ha hanem nem horkolsz. Igen, én tudtam már nem. Szóval, és hát egy, együtt, vagy egy légtérben reggeliztünk, és bocsánat, meg, tényleg nem ilyen stalker vagyok, de hogy figyeltelek, ahogy reggeliztél, mert hogy... <laughs> és itt vége az adásnak. Ilyen. Ilyen. Na, de hogy tehát a, a, ne, a nehéz eset és primadonna, és nem tudom miket, miket szoktak rád mondani, tehát hogy maradjunk annyiban, hogy te voltál az egyetlen ember a teremben, aki amikor megreggelizett, akkor fogta a kis csészét tányérját, oda ment a, a pincérhez, és megkérdezte, hogy hova rakja le. Tehát, hogy eltakarítottál magad után, kebbé csak nem mentél be mosogatni a konyhára, hogy rendet hagyja az asztalodon, és ez, én megmondom őszintén, ez engem annyira meghatott, hogy menjen Igen. már a picsába mindenki, aki, aki, ekézi a mirát. De mert, mert, nem értik. Én, én ezen nagyon sokat beszélgetek emberekkel a Miráról, jó értelembe véve, hogy... <síns> <síns> hogy, <síns> hogy, Figyel, mi hogy és figyelj, tudod, hogy reggelizik, bazd. <síns> nagyon durva. <síns> Szóval, hogy rendszeresen beszéltünk mire a reggelizési szokásairól. Ugye örülj, hogy csak a reggelizési szokásairól. Okay, igen. De az emberek nem értik. Nem értik. És azért nem értik, mert nincsenek hozzászokva egy gyakorlatilag ilyen hollywoodi kinézetű ö, ilyen, ilyen te éteri ö, szépséghez, aki, aki producer, aki vezéregyéniség, de közben nem úgy beszél, nem agresszívan beszél, hanem van egy ilyen tökre, ilyen megint csak nem, világi, nem ne, világi stílusa, és közben brutál nemzetközi sikereket ér el, és de közben meg nincs ilyen, tudod, ilyen defense, ilyen, ilyen védekezés, folyamatos védekezés benne, nem úgy beszél, ilyen flagmá meg ilyesmi, hanem, hanem mint egy gyerek gyakorlatilag, és ezt nem értik, nem értik egyáltalán, és mindig magyar ez az embereknek, hogy hogy több, na, többször dolgoztam vele, és ha van aranyos, őszinte, kedves, korrekt ember, profi ember, ebben a szakmában az a mira. Szokjál hozzá. Kész. Nagyon sokba került. Valójában a mai adást Mira a szponzorálta. Bevásároltam magát a popfilterbe. Ja, Jó, ja igen, a passzív... azt nem mondtuk. Ja, bocs, igen. A hashtag fizetett hirdetés. De egyébként nem csak, tehát, hogy nem csak az a, tehát szerintem minden szakmában ez, hogyha, egy, hogyha, valaki mondjuk dekoratív, vagy valaki ö, ö, nem megszokott egy szakmán belül, akár egy, egy mit tudom én, egy Nobel-díjas kémikus, bárkiről beszélhetünk, az biztos, hogy savazni fogják. Mm -hmm. Azért, ahogy beszél, ahogy kinéz, stb. stb. bármilyen szakmáról legyen szó. Úgyhogy én tényleg azt tudom mondani, hogy egy, egyrészt nagyon rossz helyre születtél, sorry. <laughs> um, de ezen viszont még tudsz változtatni nyilván, meg megváltoztatsz is, mert jár, járod a világot. Másrészt meg tényleg, tehát hogy ezeket nem szabad, nem szabad magadra venni, mert nem személyesek, hanem az emberek frusztráltak, és, és tudatlanok egy csomószor sajnos. Úgyhogy, úgyhogy mira for president, bitch? Most metálvilágot mutattam, ha jól tartottam fel az újjámban. Szóval, de azért van, amikor ez így mélyre megy, mikor kaptok valamilyen Hát nekem ilyen autóimmunbetegségem kialakult, most, most egy fél éve tudtam meg, és uh, szerintem az pont ezért van, hogy uh, most most így a korona alatt annyira nem tudtam begyűjteni ezeket a pozitív töltéseket, mint régebben. De szerencsére kiderült, úgyhogy uh, mondjuk ez gyógyíthatatlan, ami nekem van, de hogy... Uh, de hogy tudok, -tudok róla, és már tudok dolgozni, de szerintem ez teljesen tudatos, vagy hogy magamnak csináltam, szerintem. Hát, hogy ilyen pszichoszomatikus. szerintem azért. Hát be tud lobbantani, traumatikus e események be tudják lobbantani az autóimont. Tehát nem, magadnak nem csináltál semmit, max bele történt, érted? Igen. Igen. Ez sajnos ez egyre több barátommal fordul elő. Nekem, én, én, én nekem a, ugye kijött egy, egy dalom, a nyáron. A, a cím az, hogy mi országunk, vagy hát nem a mi országunk, ami egy ilyen LGBTQ plusz dal, és arról szól, hogy igazából így ez az új propaganda törvényel, ezzel a, a meleg törvényel hány ezer gyereket zárnak kvázi a sötétbe, és szóval ugye nyilván megszületett ez az anti gay law, vagy törvény, és ez addal ez a tiltakoz, ez, ez az én ö, tiltakozásomnak a leképezése szövegben, meg, meg, hangszerelésben. Hát ez egy, ez egy protest szong tulajdonképpen. Protest, igen, ez, igen ez, ez, egy, egy, ez egy ilyen Lázadó. lázadó, tehát egy nagyon nyíltan... Igen, ö... Egy nyílt levél. Szintén. Nyílt levél. Szeretek nyílt leveleket írogatni. Na mindegy, hogy szóval erre érkeztek azért nagyon durva, durva kommentek. Igen. Én eleve nem olvasok egyáltalán így a social médián, mert, mert, mert engem egyáltalán nem érdekel. Viszont a menedzsmentem törölgettei így nagyon rapid a menteket, mert a, a, hát most nem fejtem ki, hogy mikért. Ó, sajnos tudom, mert én ugyanezeket szoktam kapni. Femináci, téged is felbérelt a, le, a meleg propaganda. De az még azzal, Ja, még... De nem, nem, hogy, hogy mit kellene hova belém dugni, hogy. Igen, te, igen. Hát meg, meg azért mélyebbre lesz a család és egyebek. <laughs> ennyi. Én most kisétálok, bocsánat. Mindig, de mindig, mindig kurva akar tudok ilyeneket Szóval... Mi vizuális típusok vagyunk. Igen, nagyon. Szóval. Szóval, szóval... szóval, igen, meg, meg hogy utána jön, meg család, meg nem tudom. És akkor nyilván, tehát, hogy nem olvasom, de azért, hogyha véletlenül nem időben törlik ki a kommentet, ami, ami tényleg, tehát olyan komment, nem az, hogy mit tudom mi én köcsög, vagy mert azt ott hagyom, mert nem érdekel, érted? Tehát, hogy de, de, ami olyan, ami, ami más embereknek így a mentális uh -huh. problémáit előhozhat triggerel, vagy triggerel, igen. igen, azt az nyilván törölni fogják, és, és, és igen, és abszolút így, így betaláltak ezek. És, és szerintem bárki, aki, aki így kiteszi magát szerzőként, artistként, az, az igenis is sérülékenyé válik. Mert, mert nyitva hagysz valamit, vagy kinyitsz valamit, ami eddig csak mondjuk a stúdióban létezett. És Aha. utána kiteszed a social médiára, és ott van, és özöllenek a kommentek. Szerintem ezért nem érdemes olvasni egyáltalán. Én ezért nem megyek fel és kattintatok is izé, mert, mert bár rengeteg pozitív komment érkezik, és igyekszem értesülni róluk, de de mégis pár negatív is úgy le tud húzni néha, hogy így a pozitívak így eltörpülnek mellette. Amikor megjelent ez a dalod egyébként, már akkor beszéltünk arról, hogy meghívunk a popfilterbe, uh -huh. és pont azért nem akkor hívtalak, mert azt gondoltam, hogy szeretném ezt egy picit így tágabban szemlélni a te pályafutásodat, tehát nem akarom, hogy ez csak ezzel kössék össze Persze. a nevedet. Viszont nyilván ez a te karakteredtől, ez, ez nem, vagy nem, nem hasítható le a te karakteredről, hogy neked fontos az aktivizmus, fontos az, hogy, hogy hangot adj ezeknek a dolgoknak, és hát ennek nyilván van ide a kockázata. előtte megfontoltad azt, hogy mit nyerhetsz, mit veszíthetsz egy ilyen kiállással? Gondolkodtam rajta egy csomót, de arra jutottam, hogy nagyon nincs mit veszítenem, mert nem itthon dolgozom a legtöbbet. Én úgy gondolom, hogy ezért is éreztem azt, hogy igenis ö, kötelességem kiállni az LGBTQ vagy LMBTQ kom uh -huh. communityért, mert, mert én nekem a munkáim nagy része az külföldre olyan, és nem az lesz, hogy bent ülök mondjuk egy 9 to 5 állami munkában, vagy, vagy egy olyan szituációban vagyok, ahol mindent elveszíthetek az összes munkámat, stb. Nyilván ezzel elérem azt, hogy mondjuk nem hívnak el többet ilyen köztévébe, vagy ilyesmi, de egyrészt lesz arom, másrészt pedig nem tudom, szóval valakinek ki kell állni valakinek ki kell állni, és én a zenét nem azért csinálom, mert mit tudom, én grillt szeretnék a fogamra, meg arany, nem tudom micsodákat, hanem azért csinálom, mert, mert ezt kell csinálnom, és az üzenet a hangszereléseimben, a, meg, meg a szövegeimben, meg a dallamaimban szeretném, hogy ne csak popdalok legyenek, hanem legyenek minőségi, egy eszmét átalakító, megmozgató valami, ami, ami, ami tud változást hozni. Nekem ez nagyon-nagyon fontos. És hogyha ez azzal jár, hogy nem hívnak meg mondjuk valahova, vagy, vagy nem kapok meg állami támogatást, stb. stb., akkor így jártam. De tudom azt, hogy amit csinálok, annak legalább, hogy mondjam, van értelme. Mert mert ezt fogom hátraadni magam után. A többi, tehát az összes többi zenét meg amúgy is csinálom kint, és, és tök jó, de, de mégis itt születtem és itt nőttem fel. És nekem fontos az, hogy Magyarországon azok a, a gyerekek, meg a fiatalok, akik otthon ülnek, és még nem bújtak elő, és nem is mernének előbújni, azok lássák azt, hogy van valaki, aki még azért fiatal a szakmában mondjuk valaki, tehát egy létező valaki a szakmában, és kimerálni, és kimeri mondani, és akkor lehet, hogy ők is kimerik mondani, lehet, hogy ők ismernek előbújni amikor meghívtalak benneteket együtt, először megkérdeztem, hogy milyen, tehát nem tudtam arról, hogy ti milyen viszonyban álltok egymással, vagy hogy jóban vagytok, nem vagytok Bro. jobban. hát egy ilyen nagyon, nagyon szórakoztató csoportos chat alakult ki belőle, tehát gyakorlatilag megbeszéltük, hogy jöttök bulizni a Poféte stúdióba, és ez nekem azt sugalta, hogy ti egyébként is, ha nem is napi kapcsolatban vagytok, de azért viszonylag rendszeresen kommunikáltok, alkalomattán együtt is dolgoztok. Mennyire fontos az, hogy a, a, szakmán belül a nők támogassák egymást, összetartsanak, akár csak tényleg egy, figyelj, láttam a kommenteket, ne foglalkozzál a sok idiótával, üzenettel, vagy bármivel. Szerintem erről kell beszélni, mert én azt érzem, hogy lehet, hogy idealista vagyok, de hogy, hogy egy, egy idő után, ha beszélünk róla, akkor, akkor kiderül, hogy ez az egész, amitől félünk, ez nem is egy olyan nagy dolog, mert, mert igazából szerintem ezt így felfújják az emberek fejben. És szerintem, hogyha például most elvették mondjuk a dislike funkciót a Youtube-ról, de, de, de szerintem a, az egész internetes bántalmazás is egy olyan dolog, hogy hogy ez még így nincs kitalálva. Ez egy nagyon friss dolog, és kell, kellett meghozni egy pár ö, ö, dolgot ahhoz, hogy, hogy, hogy ez ne legyen, ez, ne, ez, ne, ez ne, ne, ne gázoljon az embereknek a lelkébe, és szerintem ilyen az, hogy az is, hogy a nők a szakmában. Be, ö, ugyanúgy vannak tehetséges emberek, mint építészetben is, hogy, ö, ugyanúgy vannak nagyon tehetséges festők, ruhatervezők, nők. Én, én nem értem azt, hogy ö, nekem exkluzálnom kell magam azért, hogy én szeretek zenét írni. Nekem ez egy természetes dolog, és, és biztos vagyok benne, hogy még több százan vagyunk így, vagy több ezeren akár ebben az országban. És ö, szerintem, hogyha erről így beszélünk, akkor egy pár év múlva lehet, hogy már nem kell ezeket a köröket végigfutni annak, aki szeretne zenélni. Az nem, a most... baj, az a baj, bocsi. Ja, ennyi. Ja nem csak az jutott erről eszembe, hogy hogy, hogy, hogy valószínűleg sajnos a mi életünkben még erről mindig fog kelleni majd beszélni, mert, mert nem, baromira nem haladunk szerintem olyan tempóban sajnos, és mondtad is, hogy lehet, hogy idealista vagy én is egyébként eléggé, de, de én nem látom azt, hogy amilyen tempóban most így haladunk, hogy annyira fel tudna ez gyorsulni, hogy ne kelljen róla beszélni a mi életünk során sajnos. És ezért nagyon-nagyon jó, hogy van ez a műsor például, ahol ahol így, így, mm -hmm. így a központba helyezed a, a női, női identitás. Ez, ez, ez időről időre, tehát akkor is, hogyha nem direkt emiatt hívok be valakit, akkor is időről időre előkerül. Mm -hmm. És és nagyon érdekes, hogy, hogy néha férfiak szájából is hangzik el itt a stúdióban olyan, hogy, hogy szeretnék, hogy ez jó irányba változzon. <laughs> Tehát mondom, csak jó fejket hívok ide. De, <laughs> de hogy, hogy én igen, én érzem a változást, meg az egészen biztos, hogy mondjuk, amikor én hobbiból zenéltem 20 éve, ahhoz képest azért már ég és föld, de még így is nagyon sokszor felszisztenek, hogy milyen kérdéseket kapnak mondjuk a női előadók is akár ahhoz képest, hogy a férfiak. Ez nekem egy régi veszőparipám annak idején, amikor újságíró iskolában ö, értékelnem kellett interjúkat, akkor ö, nagyon kifakadtam, még a leges legjobb interjúknál is előfordul az, hogy és akkor az utolsó kérdésnek, hogy bebígyezti a férfi újságíró, hogy és család, gyerekek, te... Ja. Soha nem kérdezik meg ezt egy férfitól, és én kifakadtam többször is, és nem értették. És elmagyaráztam, hogy figyelj, van tíz kérdésed neked. Előadóként tíz kérdést tesznek fel. Hogyha tíz interjú, tíz kérdés, és abból mindegyik interjúban elhangzik egy, ami arra vonatkozik, hogy de a családdal hogy tudod összeegyeztetni, de akarsz a gyereket, de mit szól ehhez a pasi, nem tudom az pontosan 10%-kal kevesebb információ, amit te át tudsz adni magadról szakmailag vagy emberileg, és pont 10%-kal többet fognak tudni minden férfi előadótól, vagy férfi interjú alanytól, vagy ról. És ezt nyilván ilyenkor én is megkapom, hogy túlzásba visszam a feminizmust, femináci vagyok, már megint kihegyezem a gender problémákra miközben szerintem ezek fontos dolgok, hogy, hogy ugyana, tehát hogy nem mínusz kettőről induljatok azért, mert ti nőként akartok a zeneiparban érvényesülni. Hát erre csak azt tudom sajnos mondani, hogy ezekben a songwriting kempekben, de a szerzőtáborokban én még női producerrel szerintem mondjuk százból egyel találkoztam, kettővel maximum. De egyébként ez érdekes, hogy mondott, hogy a. volt egy csomó. Svédországban nagyon-nagyon nagy szerepet, tehát hogy ott nagyon fontos nekik a ez a, a gender a equality, de ott a fizetés is egyenlő. Tehát úgy van, hogy a skandinávok azért nagyon-nagyon, szerintem a világon nagyjából uh -huh. első. De egyébként ezt mondtad, ugye, hogy, hogy a miért a nők kapják ezeket a kérdéseket. Pont most néztem a Youtube-on, a Scarlett Johanssonnal volt valami igen, ezer éves igen, és igen. interjú, és akkor így meg interjúolják, és akkor így mit a csávó, ami cool kérdés kap, és ő meg ilyen, na és milyen volt ez a feszes ruhát, tudod is. <laughs> <így, de, gül> hogy miért mindig én, hogy van az, hogy mindig én kapom ezeket az ilyen bugyi, ruha, church tartó kérdéseket, a csávó meg az érdekes kérdéseket. Igen. És ez, ez minden, 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 minden területen így van. És több gáz. Mert, mert egyébként tényleg miért? Hát igen. De hál' Istennek azért volt, tehát hogy veletek is láttam tök jó videóinterjúkat itthon, meg a dalfutár egyébként arra tök jó volt, hogy ilyen indirekt módon mind a kettőtökről többet tudjunk meg, és szerintem ezért is fontos ez a műsor, mert, mert olyasmit is meg tudunk így a dalszerzőkről, a producerekről, előadókról is. Tehát ugye a legjobb példa, amikor Király Linda elkezdett hörögni, akkor így egy, egy országnak vála, változott meg a vélemény, hogy úristen, ez a csaj ennyire menőn tud hörögni a stúdióban. De már ebben is benne van a sztereotípia, hogy egy csaj, ezt meg tudja csinálni. És uh, az mit jelent, hogy hörögni? Hát uh, hörögni, nem tudom ezt máshogy mondani. Hát igen, <laughs> igen metá... metálhörgés, jó, igen. Jó, zenei igen, igen. Igen, igen, jó, igen, jaj, jaj, igen, igen, Hát a Linda az bármit persze, hát persze csak hát hogy ebbe is benne van a stereotípia, <laughs> hogy. Úristen, tényleg? Tudja? Persze, hogy tudja. Na szóval, De hogy... hát az ország azt se tudja Lindáról, hogy milyen dalszerző, érte. tehát olyan jó zenéket ír, meg annyira jó dalokat, hogy de senki nem tudja róla, azt hiszik, hogy eszmetlen jó a hangja, ami eszméletlen jó, de még mellette az tényleg ugyanez, hogy mondjuk egy jó példa, Mariah Carey, aki ugye a világ legjátszottabb, uh, legtöbbet játszott uh, karácsonyi stágeri. Igen. Igen. <laughs> yes, bitch! <laughs> és így uh, nem csak annyira imádom azt a csajt, és így és ő minden egyes interjújában, ugye ez cikizik is a médiában, hogy minden egyes interjújában elmondja, hogy Mit, van ez a dal, van ez a dal, 600 grammit nyert, tudod, mindegyik, és elmondja, hogy igen, és én is írtam. Igen. Tudod, és igen, ő írta, és szegénynek, mivel nő és énekesnő, és abban a szerepben van, hogy ő énekesnő, is pont, ezért nem tudják, hogy az összes slágerét ő írja. Minden oké, okay, hogy társzerzővel némelyiket, de hogy így, hogy a csaj minden egyes interjújában elmondta mindig, és ez egy ilyen tökre ilyen cikizett dolog volt, tehát hogy én nem hiszem el az meg, hogy megint arról beszél, hogy ő írt a Igen, mert, 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 a média mert nem. Mert a média nem. Így van. Így van, és egyébként ez például engem megdöbbent, de hogy tök sokszor tala, találok még most is olyan kommentet női előadó lemez megjelenéséről, nem tudom miről szóló cikkek alatt, hogy ja persze, biztos ő írta. Jézus Máriám. És így nem, de miért? Miért nem írhat egy nő? egy jó számot, vagy mi? Tehát nem, nem értem ezt az alapot. Volt a Grimes-nak, amikor, amikor Igen. én elkezdtem zenélni, mert egy így ö, Ugye ő is így velem egy idős egyébként. És, és neki volt egy olyan kinyilatkoztatásra, hogy azért nem szokott senki mással dolgozni, mert abba a pillanatban, hogy megkérsz egy embert, hogy mit tudom én segítsen, hogy kövérebb legyen a kikked, abban <laughs> a, 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 abba a pillanatban azt mondják, hogy igen, akkor ő csinálta az egész albumot. Én ezért nem dolgozom általában senki, és egyedül csinálok mindent. Én egyébként mindent. nagyon szeretek másra együtt dolgozni, mert én, én, a demókat szeretem megcsinálni, és utána úgy vagyok vele, hogy például a Somogyvári Danival nagyon szeretek dolgozni, szerintem az egy zseni ez az ember, így olyan, olyan gyorsan, én nem is látom az ujjait, amire gyorsan úgy tudja a sortkatokat csinálni, és, és van, hogy így, amikor én már úgy érzem, hogy fú, már nem tudok ránézni a még egyszer, akkor ö, megkérem, hogy tisztázza le nekem a session, tudod, hogy oda megyek, uh -huh. és akkor együtt így ö, szokott segíteni, de val valahogy megkérek valakit, hogy mit tudom, én énekeljem, mondjuk gitározzon fel valamit, mert az, amit én pötyögtem, az annyira nem, nem nyeri el a tetszésemet, szóval szeretek mással együtt dolgozni, de szerintem az a baj, hogy ahogy kimondom ezt, már én is érzem, hogy akkor biztos az mondják, hogy ő csinálta az ezt egészet. Ha, ez megnyugtat, Björk ugyanezt mondta el. Meg a... mindenki. Igen, igen. Tehát a Björk is nagyon gyakran beszél erről, és azt hiszem, hogy a Vulnikuránál, a Vulnikura című albumánál mondta azt el, hogy valakit megkért, hogy az egyik számnak talán a, hát a keverésben talán nem, de a masterben segítsen, tehát az utolsó uh -huh. fázis. És onnantól kezdve arról szóltak a szalagcímek, hogy ezzel a férfivel dolgozik együtt a a Björk. A Björk, aki egy, hát aki egy, legenda, egy istennő, egy nem tudom, szerintem nem evilági entitás a Björk. És... és mindenkivel így van. Én mondom, tehát kempekben iszonyú jól működik a kollaboráció. Visszavonom, hogy nem, ezért nem dolgozom senkivel, de ezt mert főleg kollaborációkban dolgozom, viszont eldöntöttem tudatosan pont így, amit, amit mondtatok, hogy, hogy a saját zenémen csak én fogok dolgozni, de úgy, hogy tényleg átolzaig mindent, mint mondjuk a Finiessz, ahogy csinálta ugye most a, a az új albumát, a Billie testvére, aki az összes productiont a Billy-nek csinálja, és... és Billy. <laughs> Billy, hát úgy hívja. <gül> Igen. <gül> hát, Billy, hogy Billy. <laughs> Igen. Van egy tanítványom, akinek tanítok egy Billy-állítást, és hát, hogy hogy Billy? azt kérdeztem meg te, hogy na, akkor belenézzünk a Billy-be. <laughs> na, mindegy, vagy. <gül> <gül> ja, Billy. <laughs> na, mindegy, szóval, hogy... Um... Hogy gyakorlatilag így, így annyira, annyira nehéz minden komponensét csinálni, egyedül csinálni a, a zenének, de tényleg meghoztam így tudatosan ezt a döntést, hogy így ennyi, és én csinálom, mert mert nem akarom azt, hogy hogy tényleg egy. Egy, ahogy a Mira is mondta, egy mit a valamit jobb hangja van, hangkatalógusa, és akkor így abból berak ö, a sessionbe mondjuk egy izét, és, 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 akkor azt mondják rögtön, hogy hát ő a producer, én meg akkor ott ülök mellett. Tehát, ez, de tudod, hogy hányszor fordult elő, volt ilyen ügy, hogy, ez hogy... ezt szó nélkül ilyenkor? Hát vagy... az a baj, hogy nem, és, és, és több barátságom ment erre rá, hogy mit a pár éve, ez itt tök szomorú sztori, de egyébként pont ez volt, hogy volt egy csávó, akivel imád Együtt dolgoz, és ő még ilyen nagy szövegeket is mondott ilyen kempekbe hogy én miattam lett jobb producer, mert hogy izé, jó, és akkor vágókép. Egy évvel később írtunk egy dalt, és együtt hangszereltük. És amikor már a bizniszre került a sor, akkor már közölte, hogy ezt ő csinálta, mert hogy én csak ott ültem mellette. És tudod, amikor ez ilyen, igazából én mondom, hogy azt játszik, mm. hogy... Tudod, ezt csinált, rendesen fölveszem iPhone-nal, meg minden, berakja a beatet, ő átrakja a saját hangtárára, hogy uh -huh. akkor az, izé, és, és effektív beéneklem, mit tudom én, azt a dalmat, hogy érted, és, és tényleg minden komponensét effektív, így mondjuk analóg összerakom, és ő meg berakja a, a saját hangszínét, és akkor közli velem, hogy hát figyú ne haragudj, googlizd be, hogy mit jelent az, hogy producer mert nem az, ami te vagy, hiszen akkor miért fizetek ennyit a pluginjaimért? És én meg ilyen, menj már a picsába, de tényleg. A csak plugin az az, amit a, a, producer felhasznál, hang, hang mintákat, hangkészleteket megvásárol, vagy igen, készít effekteket. effekteket. és ezeket használja a munka közben. Csak hogy igen, világos igen, legyen. konkrétan. És mondtam neki, hogy fiú, tesó, ha ez a probléma, akkor küldet, amit van, és az én ugyanolyan, ugyanúgy megvásárolt mivel? Hogy hívják magyarul? Hagminta. Hát, hát, hát én, Kicserélem. Igen. Na, és akkor volt az, hogy hát akkor kise adjuk a dalt. Na, tehát ez, 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 ez tényleg, ha ez nem írja le ezt a fajta ilyen ö, ö, narcisztikus ilyen himsoviniszta hozzáállást, és megígérezni, pozitív elményem is van természetesen rengeteg ö, ö, férfiakkal így, így munka közben, de hogy <laughs> ezt ez nem tudom már nem ezt a mondatot. Vagyok, de de ne nem, nem, de hogy ezt ez szerintem ez nagyon fontos, hogy azért itt mindenki minden alkalommal minden, mind a hárman hozzántettük, hogy de nekünk nagyon sok jó tapasztalatunk is van. O én szeretném azt, hogyha ez elindulna a másik irányban is, hogy hogy nem azon gúnyolódunk, vagy, vagy nem azon röhögünk kizárólagosan, hogy valaki erősíti a sztereotípiát, hanem elmondják, hogy igen, de hát ott van a Mira, ott van a Kata, ott van a nem tudom, hogy velük mennyire jó együtt dolgozni. Tehát, hogy le, hallható, meg látható legyen az, hogy, hogy igen, van egy csomó olyan ember, aki szakmailag. Tehát, hogy meg egyébként akkor én ennek a nem tudom ki volt ez, meg nem is fontos, de hogy én is mondanám, hogy figyelj, a, ha megnézed a Wikipédiát, biztos vagyok benne, hogy nem az van a producer mellett, hogy megvásárolt hangszín és hangminta. <gül> <gül> tehát, hogy akkor ennyi én is producer vagyok, hogyha van elég pénzem, hogy pluginokat vegyek. Persze, persze, ezt próbáltam, mert hogy mondta, hogy akkor én... én tulajdonképpen hangszerelő vagyok, és nem producer, de mondom, tesó, tehát, hogy mondom, küld ki fogom, tehát helyettesítem akkor az én hang könyvtárammal, és akkor már, már is producer lettem. Szóval az a baj, hogy ez, amikor így az egyik legjobb barátod csinálja ezt veled, csak azért, mert lett egy fancy menzi menedzsmentje, és már is fölét helyezi magát, és, és, és így, így megpróbál lenyomni, akkor tényleg úgy vagyok vele, hogy így egy idő után nyilván nem, nem érzem azt, hogy most akkor másokkal kell a saját zenémet, amit tényleg így gyűjtögetem, érted, a szövegeket, évek alatt, és, és nekem tök fontos az üzenete, tökre személyes, és, és akkor, ha valaki egy dobverőt, vagy valamit belerak, akkor már azt mondja, hogy figyú Google be, hogy mi az, hogy producer. Tehát ez, ez egy vicc. Ez egy vicc. Hát ez egy, igen, nagy tankönyvi eset. Hát de tényleg, tényleg. Mira, no, te uh, már kicsit ezt így pedzegettük, de felteszem nyíltan is a kérdést, hogy, hogy a, a külsőd miatt Szerintem egy csomó előítélettel szembesülsz, hogy ezeket hogyan, hogyan kezeled? Vagy hogy, hogy hatnak rád? Egyébként én amikor 14 voltam, akkor öm, én bekerültem egy modellünökséghez, és én öm, megtanultam azt, hogy hogy legyek nőies, de hogy én ezt így öm, ilyen alapnak veszem, vagy nem tudom, hogy, öm, hogy én így, így próbálok kinézni valahogy mint minden ember. <laughs> figyelj, Mira, elég jól sikerül, <laughs> És így ö, gond... Öm, nem szeretném elvinni, például, hogy esküvőnének énekelek, meg ilyenek, és akkor így már volt, hogy rám szóltak, hogy kicsit legyek visszafogott, és így ugyanúgy ugyanazt csináltam magammal, mint egy másik ember, mm. csak um, én azt érzem, hogy, ne, hogy nekem akkor lehetne mondjuk uh, a szólókarrierem sikeres, hogyha egy picit tudatosabban letompítanám ennek az élét, hogy uh, ha. például mint a szia, hogy egy picit mm -hmm. úgymond ábújik, vagy, vagy kicsit ilyen aranyosabb, szerethetőbb. Már a magyar nyelv az annyira gyönyörű, hogy van az a szó, hogy népszerű, mm -hmm. hogy minél többen tudjanak azonosulni ezzel. És... Um, valószínűleg én ebbe az irányba fogok elmenni majd, mert nem szeretném magam kitenni ilyeneknek. Hát ennyi. Most ezzel azt mondod, hogy azt érzed, hogy nem tudsz önmagad lenni, tehát hogy nem leszel elég népszerű akkor, hogyha önmagad vagy, vagy azt szeretnéd, hogy egy ilyen sejtelmesebb karaktered legyen. Bocs, hogy ezt megkérdeztem. Szerintem az én személyiségem úgy általában... Én, én nagyon szeretem a művészeteket, meg nagyon szeretem, én most az így, nagyon fog akarni, így az aranyos dolgokat. És ugye szeretném valahogy az öltözködésemben is így uh, a, a személyiségemet, így uh, kawaii. É, 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 igen, de egyébként um, aratnak. Ugye? É, egyébként én ezt nyomtam egy időbe, és akkor kezdtem el ilyen parókákat használni, meg ilyenek, és akkor nagyon durván hülyének néztek az emberek miatt. hol? Itthon? Itthon, de hát itthon igen. Minek, minek itt hol. Hát mindenkit hülyének néznek, mm. aki egy kicsit más. Persze, itthon, bármilyen igen, még és engem is. Nem tudom, én igazából, ahogy így idősödöm, most már 33 éves vagyok, így egyre jobban kezdem elengedni ezt a vonalat, hogy így mit szólnak, csak úgy szeretném prezentálni magamat így. hogy így egészségesnek tűnjek meg ilyenek, hogy így. De. De hát valóban egyébként az megvan, hogy mondjuk elmegyek egy fellépésre, mondjuk egy bárba énekelni, vagy ilyenek, akkor nekem az első fél órámat azzal telik, hogy feloldom a közönséget, mert először kapom a szörnyű pillantásokat, de úgy, hogy mit tudom felveszek egy fekete harisnyát, meg egy normális csak egy ilyen estélyi ruhát, amit bárki azt venne fel, hogyha elmegy egy ilyen helyre énekelni, szóval nem lóg ki semmi, meg ilyenek arra, kilóghatna, akkor És Tehát. ha kilóg, akkor mi van? És, és akkor utána egyszer csak így rájönnek az emberek, hogy ja, igazából nem kell félni tőled, mert hogy így aranyos vagy, vagy kedves vagy, és akkor utána már megnyílnak. De hogy az elején mindig végig kell zongerezni, és szerintem nem én rontottam el, hanem úgy, úgy a lányok, vagy nem tudom, úgy a, a, a megítélése a fiatal lányoknak, akik csinosak, hogy van egy ilyen sztereotípa, mm -hmm. és így amiatt viselkednek így, de Hát igazából annyit tudunk tenni, hogy jobban kiállunk így az igazunk mellett, mint például most is ebben a pillanatban. Hát, de annak, annak idején női DJ-kkel beszélgettem, és ott mondta a DJ-ren, hogy ez egy, ez egy tendencia egyébként a nemzetközileg is híres női DJ-k között. Tök sokan vannak, akik kifejezetten kvázi takargatják magukat, tehát bőpólóban, bőruhákban mm -hmm. járnak, azért, mert hogy ott is van egy nagyon éles stereotípia, hogy persze, ha te nőként DJ vagy, akkor nyilván valaki egy pasi megcsinálja neked a mixet, te meg csak benyomod a play gombot, Aha. és táncikálsz a pult mögött, és hogyha... Ö, esetleg szexében öltözöl fel, akkor erre rá is erősítesz. Ami szerintem szintén egyébként egyrészt szomorú, másrészt meg hosszú távon ez, ezzel nem leszel önazonos, hogy takargatod magad, akkor sem, hogyha egyébként én is szeretek bőmelegítőben mászkálni, de hogy, hogy valójában van, amikor nem abban van kedven menni valahová, és nagyon szar érzés, amikor azt a Détót Krisztof szokta mondani, hogy amikor egy teremben megérkezel nőként, akkor megérkezel te, és megérkezik a tested, hmm. amire mindenki úgy érzi, hogy neki felhatalmazása van arra, hogy megjegyzéseket tegyen, vagy stíröljön, tehát hogy nem, nem tudsz a testettől függetlenül megjelenni valahol nőként, és ez az, amit szerintem nagyon nehéz egyébként átadni pasiknak, akár férfi előadóknak is, hogy, hogy van egy ilyen plusz, aminek meg kell felelni. Mert egyébként nem a, tehát mondjuk a te is előadóként is dalokat, de Ugye te azt mondtad, hogy nálad nem ez az elsődleges. Uh -huh, uh -huh. Mirának is nagyon sok uh, projektje fut, megfutott a múltban is, tehát mondjuk a és pulekkel is csinálták közös hát, strekeket. az is annyira meglepő volt, mert az úgy jött, hogy éppen írtam egy dalt, és behívtak a japék, hogy énekeljek fel, csak egy vokált. <laughs> és akkor. Ebből kikerekedett az, hogy jó, meg, van, meg lett a szám, hát végül is te énekeled, és akkor, és <laughs> akkor, és <laughs> akkor, hogy akkor menjek el, menjek el a, a kiforgatásra. Ja, de hogy akkor már szóljak egy-két barátnőmnek, és így elmentem, és toknos <laughs> lánc lett belőle. Remélem. De, kifizettek, de, és kapod a jogdíjat. Igen, a jogdíjat azt kapok, de hogy ö, ö, egyébként ott is egy kicsit úgy éreztem, hogy. Ö, na egy, hogy szerintem senki nem ebből veszi a házat, abból a számból maradjunk ennyibe. De hogy ott, is volt egy, egyik kiadó, megvettem, meg mit tudom én, voltak ilyen kis cselezések, de egyébként a japiakat imádom, ők nagyon korrektek, meg, hát amennyit ebből így le lehetett, annyit szerintem adtak. De hogy nekem az volt a meglepő, hogy akkor már egy csomó híres számon ment. Volt olyan, hogy a DroneBase csárton a világon harmadik lett az zeném, Andy C. felrakta a válogatás albumára, ott van. Andy C. A... egy legendás I I Bass I I Igen, DJ. és volt, hogy itt volt az akvában, és ki akkor még Gödörnek hívták. <gül> <gül> és akkor így kérdezték, kérdezte így a, az egyik szerzőt, hogy ismerje a Mirát, és így, na, így ezt így utólag így visszalettem, és annyira jó érzés volt, de tök furcsa, hogy ezeket így tudod, itthon egyáltalán nem is, Ismerik, és itt azon az emberek fejében, hogy a bulikás mira. <laughs> <laughs> és, és ugye ez így nekem furcsa, hogy most akkor még egy ilyen akadályt gördítettem magam elé, mert, mert valamilyen szinten ez én vagyok, abszolút szóval ö, nekem ez nem egy ilyen felvett, úgy, ez egy ilyen extra. Ö, egy felnagyított részem volt, hogy hogy mondjam, hogy, hogy az egyik személyiségemnek az egyik picike kis szelete, az így el lett túlozva, mint egy ilyen kis karikatúra. Mm -hmm. De de ez is én vagyok egyébként, csak, csak nem ez a fő csapás irányom így a mindennapokban, nem így megyek le a boltba, meg nem. <laughs> pedig lenne rá igény. <laughs> nem, de egyébként ezt a Kata is mondta, hogy, hogy mennyivel jobb érzés mondjuk Londonban közlekedni, már olyan mm. szempontból, hogy azt veszel fel, amit akarsz és imádod, és mindenki színes és különleges, és jó, nyilván nem mindenki ott sem, de hogy sokkal többen vannak arányaiban. Hát én ezt rendszeresen tapasztalom, tehát hogy már egy kalappal ki tudod verni a biztosítékot a négyes hatoson. Abszolút, de hát, <laughs> itthon ahhoz vannak hozzászokva az emberek, hogy Hát ilyen átlagos, átlagos öltözködéshez, egy tök, tök más. Na, de ne felejtsük el azt, hogy él, hát most körülbelül 10 millióan élünk Magyarországon, úgy gondolom, hogy a jelentős része, nem mondjuk számokat, az fehér magyar ember, mondjuk a nagy része. Nincs meg az a fajta diverzitás, megint csak ugye nincsenek fekák, nincsenek ázsiaiak, nincsenek indiaiak, elegen ahhoz, hogy a különböző kultúrák különböző módon tudják reprezentálni önmagukat. Ugye nyilván Amerikában, meg Londonban akár, ugye ott is hihetetlen ö, sokszínűnek az emberek, így, így minden szempontból, és ez tökre megjelenik az öltözködésükben, és, és azt látom, igen, Londonban is, és mindig Amerikában is, amikor, amikor ott vagyok, hogy az, hogy ott különböző kultúrák együtt léteznek összhangban, egy, egy olyan szint hoz a mindennapokba, ami Magyarországon elképzelhetetlen. És ez öltözködésben a fashion, fashion fabulous bitch. Tehát, hogy így, 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 tényleg azt látom, hogy nekem van olyan, olyan mondjuk indiai barátnőm, aki tradicionális Szerkóban, de mondjuk egy ilyen 21. századi verziójában vonul, és, és olyan, olyan sminket visel, és, olyan, és senki nem nézi meg, senkit nem érdekel, hanem nyilván kap rá bókokat, de hogy így a metró mondjuk leül, akkor senki nem fogja neki azt mondani, hogy figyú, ez, ez mi, mi ez? Itthon, hogyha négyes én is azért néha így beborulok, és akkor így szoktam ilyen durva dolgokat felvenni és azért így jönnek a kommentek. Úgyhogy itthon én így kb. így fekába vagyok, meg amúgy is az a kedvenc színem, de hogy így kint azt veszem észre, hogy amikor elhagyom az országot, akkor így egyszer csak felveszem a neon pink bundát, tudod, mert mint meg Nem igazít. Igen, vegán, <laughs> minden vegán. Uh, igen, és, uh, és így, így előkerülnek a fejdíszecskék, előkerülnek a, a felháborító napszemüvegek, meg a, meg az ilyen rúzs, meg az meg a óriás, ilyen stiletto, borzasztó nagy talpú cipők, meg nem tudom, és így azt érzem, hogy na, hát ez, ez, ez persze ez vagyok én, de itthon mégis mindig így egy kicsit így, mint amikor így össze töpörödik egy picit az ember. És hát úgy, amit Amira mondott, hogy, hogy, ez, hogy egy kicsit így, így visszafogottabbá teszed magad, tesz, és teszed magad. Tehát, hogy Abszolút. Nem, Aj, és nem, tök durva, mert nem is tudatosan. Tehát, hogy én azt veszem észre magam, mondom, hogy kint dolgozom Los angeles és akkor így fölveszek tényleg ilyen extrém cuccokat, meg, meg villantok, meg mit tudom én, bármi, érted? És így, így hazajövök, és egyből, egyből a, a, az ilyen melegítő meg a... Most eszembe jutott, amikor a parkolóba el akart vinni de Nesfilbe voltunk, és akkor volt nálad egy laptop, és volt egy olyan szemüveg, aminek így felhajtható no, ez a... Az, az, az a nyári szett, igen. Igen, és nagyon, nagyon jó szett volt rajta, és így jött ez a tipik ilyen ilyen, ilyen tréleres kocsi, tudod, ez a tipik amcsi. <tos> 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 és akkor így ott körözött kerülete mint egy szápa, és akkor így mondta Úristen. nekem, hogy milyen, mit hitról mi vagyok, laptopos kurva? <coughs> Erről az jut eszembe, hogy a Mirával mentünk át egy nagyon forgalmas, szintén esvili útszakaszon, és a Mirának van ez a búgó mély hangja, és akkor így egyszer csak ilyen iszonyatosan gyorsan jött egy autó, és nagyon-nagyon megijedt mindenki. A természetes reakció ugye az, hogy tudod, ezért mindenki, Mira ilyet, ilyet hangja. Ööö. Bocsánat, ezt muszáj volt elmondanom, hogy, hogy ez önmagában művész. Mi, mi, ezt idézni szoktuk otthon. Amikor így nagyon megijedsz valamit. <hül> 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 És akkor kérdeztem, hogy mire jó állva? <hül> ja, csak iszonyúan megijedtem. <hül> jó, hát akkor el. <hül> Bocsit, csak ez a, a Nashville kis kaland kalandunknak az egyik highlightja. <hül> Szerintetek ez most lehet, hogy nagyon elvont kérdés, de kíváncsi vagyok. Egy női előadónak az lehet-e segítség, vagy megnyugtatóbb, hogyha nőkkel dolgozik együtt a stúdióban. És most nem arra akarom ezt kihegyezni, hogy fúj-fúj férfiak, egyáltalán nem, csak hogy szerintetek az lehet-e egyfajta ilyen safe space, hogyha nők-nőkkel dolgoznak stúdióban. Hát ha jó fej a nő, akivel dolgozol, mm. ha szar fej, akkor ugyanolyan szar, mint hogyha bárki. Tehát, hogy Nekem ez a tapasztalatom, hogy én dolgoztam nagyon-nagyon-nagyon jó fejnővel, és a azzal azt éreztem, hogy hú, basszus, végre olyan ö, területeken úgy megértem, vagy megértjük egymást, olyan mélységekben mondjuk, ami Aha. egy férfi annyira nem fogsz tudni feltétlenül ö, ö, férfi lévén nyilván. De, de én úgy gondolom, hogy, hogy a balansz az nagyon fontos. Uh -huh. Tehát nem, nem az, hogy most csak egy nő legyen a stúdióban, és akkor az a safe space-em, hanem hanem az, hogy nagyon-nagyon hogy, hogy szeretném, hogy ne az legyen, hogy mondjuk uh, tízből tízszer, amikor a stúdióban megyek, akkor mindig férfiak vannak, hanem legyen az, hogy mondjuk tízből akkor ötször tudok nőkkel is együtt dolgozni. Uh -huh. Tehát ez a hadd legyen már rossz tapasztalatom, de nőkkel akkor, tudod? <gül> <gül> Egyébként én elkezdtem dolgozni egy suliban énektanárként, és ez volt, hogy az előző énektanár ő elment, mert más dolgokat, és megörököltem meg a, a tanítványait. És ugye nagyon sok fiú tanítvány is volt köztem, meg sok lány is. És akkor én nekem az volt a tapasztalatom, hogy rettegtem tőle, hogy most egyébként a lányok mit fognak szólni hozzám, hogy fiatal vagyok, é. vajon elfogadják-e a tanácsaimat, és hogy a, a fiúk mennyire lesznek zavarban az órám. Hát volt olyan, aki elájult, de... <laughs> tényleg... Szó igen, az... Eskügy. igen, az volt, hogy remegett a kezés, és mondta, hogy ő nagyon-nagyon zavarba van, és egyszer csak elájult. Ö, egyébként na, ez, hogy lányokkal vagy fiúkkal könnyebb így dolgozni, hogy, hogy én a lányokkal, most, most arra így kialakult nekem az, hogy, hogy vannak fiú tanítványaim is, de a lányokkal valahogy annyira bensőséges ez a dolog, hogy, hogy, hogy nyilván azért, mert hasonló az orgánunk egy lánya, mint egy fiúval, szóval lehet, hogy ezért nekem könnyebb. De azzal, akivel egy hullámhosszon vagyok, azzal nagyon durván lehet haladni. És a, a fiúknál én azt érzem, hogy hogy lehet, hogy jobb, hogyha egy fiú tanára van egy fiúnak. De hogy hogy szerintem ez így a zeneírásban is így lehet hasonló, hogyha megtaláljátok azt, hogy miért dolgoztok együtt, akkor lehet, hogy egy lányal könnyebb együtt dolgozni, de egyébként én a, a, zeneírás közben, meg hogy így dalszerzés közben, én, én nagyon hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy fiúkkal dolgozok, úgyhogy nekem nincs ilyen előítéletem, vagy ilyenek, hogy most lánya a könnyebben. Lehet, hogy van bennem egyébként egy kis félsz, hogy vajon egyébként ez az a durva, hogy ezzel, ez most egy ilyen öngól lesz, de hogy így vajon Hisztis is lesz-e? Bennem, bennem is van hát egy be, ilyen hát fél de tudod, ezt? hány férfi hiszt is? Olyan hisztériát tudnak csapni, hogy amilyet én még ér, általában én vagyok az a szobában, most komolyan mondom, a stúdióban, aki, aki ilyen chill, meg ilyen jó, hát akkor így fiú másik ték, szerintem, vagy valamit nagyon nem értünk együtt, és jó van, próbáljuk meg, nem baj, akkor nézzük meg, hogy te mit gondol. És van, tényleg, nem tudom hányszor, hogy, hogy úgy behisztériázott egy pasi, hogy, hogy szerintem neked le, kivonul, izé, tudod. Mert hogy sokszor önérzeti kérdés hát is csinálnak persze, csinálnak belőle. Persze, persze. De... ez, amit a mondott az elején, hogy az egót ki kell vinni a szobából. Hát igen, de azért ez, ez nagyon nehéz, szóval nagyon-nagyon nehéz. akkor lehet, úgy hát tudatosan próbálok megbízni abban, akivel zenét írok, szóval próbálom így úgy menni oda, hogy letisztítva magamat minden ö, belső zajtól, mármint, hogy ezt, ezt úgy... Jó, de azért, tehát kb. most bocs, de hogy olyan, mint a szex, hogy így van, akivel így tök oké, meg így megy minden, és akkor így van, aki meg így tökre hogy mondják azt, hogy self-conscious, amikor hát ilyen önbizalom hiánya <tis> van, vagy valami tudod, és akkor ez itt tökre megmutatkozik. Az, az meg tud mutatkozni agresszióban is, de meg mutatkozni teljesen a, a túloldalán. Tehát, a hogy alámegy alá Igen. <tis> 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 Submisszió. Egyébként vannak napok, amikor ugyanaz az emberrel dolgozik valaki, és akkor van, van, amikor egyik nap egy nagy primadonnának érzik el egy férfit, hogy tényleg így hogy látom, hogy, hogy mondjuk lüktet a, az arten, az ér, <tosz> ér. az állat. <tosz> Fú, Istenem. Na, szóval ezt nincs előről kezdeni. Jézus. Én már az elején az osztályképtől éreztem, hogy egyszer ide fogunk kiukadni. <laughs> minden út ide Igen, ha no, minden... tehát ha valaki nem értette volna, hogy mire, mire utaltok, akkor biztos vagyok benne, hogy arra a mémre, amit a trollfaci is előszeretettel használ. Az, az osz, a, pornós pornos mémben. <gül> 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 Én tényleg azt akartam mondani. Még, és hogy és tényleg, hogy állánál, hogy lüktetett az izom, hogy amikor valaki ideges, és látod rajta a belső feszültséget. Én tényleg ezt akartam mondani. <laughs> hogy, hogy, hogy mondjuk dolgoztam egy, egy fiúval, akivel az elején nagyon durván meg volt a kémia, <laughs> és aztán a, a, a végén meg, mit, mit tudom én, három napja dolgoztunk egy projekten, és akkor meg láttam, hogy már magával türelmetlen, de Aha. hogy ezért én már nem tudok így beleszólni mondjuk egy, egy szövegbe, mert már annyira el van a saját gondolataival, hogy már látom rajta a belső feszültséget, és olyankor már így tudni kell, hogy ez most így nem nekem szól, uh -huh. De lehet, hogy ezt ő úgy veszi, hogy fú, nehéz volt velem dolgozni, mert akkor ő abban a pillanatban valami nehézséget élt át a stúdióban magával. De hát ez szerintem minden alkalom egy Persze. picit más. Hát meg ez egy alkotó folyamat, ahol valójában nagyon sok minden olyan is felszínre kerül, amit nem biztos, hogy meg akarsz magadból mutatni. Tehát, hogy ez az, amit a Kata mondott, ez, hogy a saját bizonytalanságaid dal kell meg... Tehát, hogyha ha csak simán egy cikkírásról van szó, akkor is rendre fölmerül az, hogy van ennek értelme, olvassam már el valaki. Biztos, hogy jó, ez így átjött, amit mondani akartam. Tehát, hogy ezek minden alkotó folyamatnak Igen, részei szerintem. van egy ilyen, hogy egy kreatív folyamat, és akkor van az, hogy I'm shit. Hogy, és <zit> és akkor van az I'm the shit. É, 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 és akkor utána, hogy ilyen az Am I shit? Ez sí. így folyamatosan, hogy tényleg olyan mélységek és magasságok vannak ilyen pár órán belül is, és ezt nyilván, hogyha valakivel együtt csinál zenét, akkor vele együtt kell megélni. Ja, de egy és idő után ki, egyébként ki, így ezt el lehet engedni. Dolgok. Bocs. <gül> <gül> de, hogy egy idő után ez is, hogy így, és mindegy, hogy férfi nő, de hogy így az alkotói folyamat, az mindig egy olyan dolog, hogy így minél többet csinálod, szerintem annál kevésbé gondolkozol azon, hogy shit vagy-e, vagy nem. Tényleg olyan, hát nekem mint a ez szex. Igen. <laughs> 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 hát de igen, ezt mondom, csinálni kell. És <laughs> akkor egy idő után valami működni. De igen, nekem például tényleg sokszor volt ez, hogy így hogy, hogy, fú, ez nagyon szar vagyok benne, azt én, úristen, ez nagyon jó lett, és aztán megint öt perc, hogy Jézusom, tehetségtelen vagyok, ez -e? nem? És aztán így, így az évek során úgy voltam vele, hogy erre nincs időm, tehát, hogy ennyire megkérdőjelezni önmagamat, egyetlen nincs időm, mert le kell adnom a projekteket, stb. Aznap, abban a pillanatban, amit a, a leges legjobb oldalamat próbálom mindig adni, és hogyha az éppen Középszar, akkor középszar, ha meg zseniális, akkor meg zseniális. Hm. És ezt mondják egyébként ugyan főben is ezt mondták, hogy például amikor kempeztek, vagy igen, együtt alkottak, akkor, akkor nem kell feltétlenül aznap, vagy minden mindenáron neked mondjuk dominálnod. A szobában, hanem ha szarnapod van, akkor inkább maradj csöndbe, minthogy valamit így túláradóan, így, így mutatni akarjál magadból, és nem tudsz hozzátenni, mondjuk minőségben valamit a session hanem akkor hagyd a többieket dominálni, ezért is tök jók ezek a kempek, mert ezeket jól lehet gyakorolni. Uh -huh. Hogy mondjuk egy egyhetes egy kemp során, mondjuk az első napon remekelsz, a második napon használtatlan vagy a harmadik napon, hát így kb. oké, a negyedik napon megint iszonyatosan jó, ez a folyamat van, de ezt el kell fogadni, és ez szerintem ez ez a legnehezebb egy Aha. szerzőnek vagy egy alkotóembernek, hogy, hogy ne önmagadat bírált, hanem tud, hogy mi a dinamika, akár önmagaddal is, amikor egyedül írsz, hogy, hogy nem baj, hanem a legjobb, csináld meg, add le, és kész. Ennyi. És ez nagyon nehéz, de, de szerintem tök jó. Még minél többet foglalkozol egy számmal, annál jobban azt gond, legalábbis nálam az szokott lenni, hogy, hogy én nagyon maximalista vagyok, és én nagyon nehezen engedem el. Uh -huh. És uh, utána nyilván minél több idő eltelik, annál több időt fektettem, és annál inkább azt Igen. szeretném, hogy nagyon jó legyen. Úgyhogy ez egy ilyen örök. Igen, de tök érdekes, hogy néha nem a legjobb dolgok lesznek, a, sőt, általában nem a legjobb dolgok lesznek a legsikeresebbek. Tehát én, én most mindegy, dolgoztam valamin, sajnos a, a kiskutyám az haldoklik, és használatlan állapotban voltam, de meg kellett csinálni egy nagyon fontos valamit, és, és megírtam, és azt éreztem, hogy hát ez nagyjából mondjuk olyan 65%-om van ahhoz képest, amit tudni, Tehát biztos, hogy nem fogják elfogadni, blablabla. Bla, bla és de úgy voltam vele, hogy hát jó, hát adom, és, és, így egy olyan helyre került, amit nem is gondoltam volna, hogy el tud oda jutni. Tehát nem, hogy elfogadták, hanem lett belőle extra tök jó valami. És, és így tényleg folyamatosan tanulom azt, hogy én lehet, hogy azt hiszem, hogy hát tudtam volna egy milliószor jobbat, de lehet, hogy az valahol valakinek úgy betalál, és ennek az egyébként tulajdonképpen arra akartam kiugodni, hogy, hogy, hogy az érzelemről szól, hogy az érzelmi kapcsolódásod mondjuk egy szöveghez akár, uh -huh. hogy, hogy lehet, hogy te mondjuk azt érzed, hogy tudtam volna sokkal, sokkal jobbat csinálni, de mégis leírtad mondjuk őszintén viszonylag az érzelmeidet egy dalszövegben, és, és bár nem Johnny Mitchell, szintű dalszöveg született, mégis ott lesz több ezer ember, aki erre az És ez tök oké. Okay. És nézzetek meg, hogy a rádiós lágerek közül melyik zseniális, mert azért, hogy mondjam, szóval így, mondjuk akár, hogyha az amerikai Top Fort megnézed, és a szövegeket így kielemzed, meg a Production izé hangszerelést, azért a nagy része azért nem egy remek mű. Tehát hát igen, Nagyon kevés. nagyon high quality, de nem, nem élete műve ezeknek az igen. embereknek. És innen lehet tudni, hogy oké, okay, nem baj, csinál, 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 és nem tudod, hogy melyik talál be. De ugyanezt mondják a, mit tudom én, a finélszei kisebili hogy hogy így azt hitték, hogy na ez lesz a sláger, ez, ez, figyelj, ettől fogunk vizé, és így valami harmadlagos másik szám lett. Uh -huh. És azt mondták, hogy most pont nyilatkozta a kiscsaj, hogy így, hogy most már abba hagyta ezeket az ilyen predikciókat, meg találgatásokat, hogy, hogy kinél mit talál be, meg mi lesz a népszerű, hanem így azt mondja, hogy na, tuti nem az lesz, amit én gondolok, úgyhogy elengedem ezt a sztorét. Az és, igen. És te az, az nem. mennyire jó, amikor mondjuk a másod-harmad vonalas dalaid is olyan minőségűek, hogy abból a világsláger lehet. Hát, vagy nem olyan minőség, egy... hanem érzelmileg kapcsolódnak igen. hozzá, mert ez nem igen. mindig a minőség. Nekem te az a tapasztaltam, hogy érted, ha megnézed egy csomó szar a legnagyobbakat, a legnagyobb szerzőket, azért néha tényleg annyira egyszerű, tehát You are my sunshine, my only sunshine, <laughs> akkor így, így az, úgy vagy vele, hogy Jézus Úristen, hogy lehet, hogy egy ilyen egyszerű dal ennyi embert. De már én... megy a fejemben, ahogy kimondod a címét, és értet. mert. Igen, abszolút. Szóval. Szóval ez, ez szerintem a, a nagyon sokszor, és ezt, ezt nagyon sokszor, sokszor szoktak engem savazni azért, hogy de, ú, túl egyszerű, vagy ezt meg lehetne szofisztikáltabban izé, fogalmazni. Nem, mert, mm. mert néha nem az a lényeg. Néha nem. Hanem az a lényeg, yeah. hogy elmondod egyszerűen, mintha mit tudom én a testvéreddel beszélgetnél. És lehet, hogy nem életed megfejtése, de őszinte is betalál. Hát igen, most nekem a Just Can't Get Enough jutott mm -hmm. eszembe, ami aztán nem egy, bonyolult szám. All de you kőt. need is love. Igen. Érted? Tehát, hogy... Szerintem ezek az üzenetek fontosak. Meg, meg, meg ahogy átadjuk őket, az a fontos. Igen. Tehát, hogy mit pendít mit meg valakiben. Már nem lejárt az időnk, de már túl vagyunk az időnk sokszoros lejárásán, de nagyon jó veletek beszélgetni, és egy, egy dolgot még szeretnék Kata tőled megkérdezni. Mondasz nekünk a kutyamentési projektjeidről valamit? Mert én úgy tudom, hogy te önkéntes is, is vagy állatmenhelyen most már ezt megbeszéltük, hogy a Mira kedves lány, most már azt is megbeszéljük, hogy a Kata is egy kedves lány. Ők állatokat ment. Én nagyon-nagyon szeretem az állatokat alapvetően, és, és szívügyem, hogy, hogy tudjak nekik segíteni, és nekem mindig is mentett kutyáim voltak, és tulajdonképpen a kis csivavám, a csipetke, ő, ő most rettenetesen beteg, és, és hát jó esetben pár hét vagy hónap van hátra neki Szív, szívbeteg, és ő egy olyan helyről jön egy szaporító áldozata hát, sajnos. A ahol... az én kutyám, igen. Egyébként az a sztoria, hogy fölmentem jó fogásra, és most. egy bésszekrényt kerestem, <laughs> és följött Csipetke. <laughs> a bésszekrény. A bésszekrény, igen. <laughs> és így igen, óriási, brutál gülű szemei vannak, gyönyörű élőlény, és úgy voltam vele, hogy hát lóga nyelve, van egy Harry potter X a szeme fölött, és dülled a szeme, úgyhogy elviszem. Ja, és dagadt is volt nekem ezek a gyengéim a kutyákban, hogy nézzen ki minél rajzfilmesebben. Na és akkor elhoztam, a lényeg a lényeg, hogy kimentem Soroksára, és akkor meglátogattam, és kiderült, hogy egy ilyen illegál szaporítóról beszélünk, aki oh, meg akar szabadulni tőle mert hogy már nem tud eleget szülni. A lényeg a lényeg, hogy soha addig, kilenc évig, ö, amíg ennél az embernél volt, nem látott napfényt, és egy pincében élt el az életét. Atyaista. Borzasztó, igen, és elhoztam, és ö, ö, a lényeg a lényeg az az, hogy ö, megfogadtam most ö, így, így a, hogy mondjam, a vége felé, az élete vége felé, szeretnék valami jó dolgot csinálni, és plusz szeretném tudni, hogy akkor most végülis hány éves volt, hogy, hogy tudjam pontosan, és felhívtam a, az embert, hogy megkérdezzem, hogy akkor így mit érdemes tudni, volt-e valami betegsége, hogy ami, ami miatt ennyire beteg most, és mondta, hogy ő nem tud semmiről, és igen, akkor ekkor és ekkor született, és akkor így csak így a beszélgetés végén, hogy figyú, egyébként készülsz-e kidobni még így állat, tehát hogy uh -huh. megszabadulni így időst? Hogyha ja, van négy Tudod, és mondom, Ó, na isten. jó, hát akkor figyú légy szíves, tartsd meg most őket, és megyek értük. És, és úgy voltam vele, hogy így annyira örültem, hogy tehetek valamit így még ezekért az állatkákért, így amíg a csipi még életben van. És, és akkor elmentem, és a Noé állat otthonnak köszönhetően, meg a Szélmóninak, aki a csivafajta mentőknél mm -hmm. dolgozik, sikerült őket így elhozni és most négy ilyen kis, nagyon-nagyon kihasznált kiskutyus várja így az új otthonát, szegénykéim, ők se láttak így napvilágot, Elképesztő. vagy napfényt, 8, 8 évig, úgyhogy van két francia buldog, aki a Noénál van, van egy, egy ilyen hosszú szörű, hogy hívják, Málta is sejem, Alíz, ő is várja a gazdért. ők a, a, az apraja falva, ilyen uh -huh. jó mentőknél vannak, és, és van egy kis csivava, akinek így szereztem egy ideiglenes befogadót, hogy így meleg otthonban legyen. Ő is gazdira vár, úgyhogy ha bárki esetleg keres így ilyen kis tündéri-tündéri kiskutyákat, akkor ez a négy még nem talált gazdát nyilván így egy igen. hét alatt. Akkor keressen meg bennemket. Igen, igen, mindenféleképpen. Úgyhogy nagyon szívügyem, és, és, és életem végéig szeretnék. Igazából a nagy-nagy célom, hogy legyen egy farmom. Én is ezt mondtam magamról, hogy lesz majd egy kutyamen helyem, úgyhogy összefoghatunk. Én nagyon szívesen. <laughs> nagyon. Mira is imádja az állnak, és sűnie volt. Okay, volt egy sí. kis de nekem a mostani macskám az a, a Újpesten van az, állat, az állatvédők hozták át, mert egyébként sünit akartam találtatni, és akkor mondták, hogy van végül is egy kutya, mondtam, hogy jó, akkor egy napra jöhet, és akkor kaptam egy macskát. <hállt> Aki egyébként zseniálisan gitározik. Ja, igen, gitározik. <hállt> igen, gitározik. így. Igen, a lefogja a kis mancsál, és <hállt> meg. A... Fítelhetsz vele. Igen, I nagyon igen. és a, egyébként a maved pedig most tavaly született a lakásomnak a pincében, egy csomó kis cica, és ott a, ott a maved jött ki, és ők vitték el. Én pedig az anyáiknak elvittem egy macskát, akit így nagyjából szintre hoztam, hogy <laughs> elég sok betegsége volt, és akkor utána kivittem Pomázra. Úgyhogy én is nagyon oda vagyok a kis állatokért. Mm. Igen, ezt rendszeresen osztunk Egy... meg egymással, ilyen szerencsétlen csivavás videókat. Igen, nem? én meg mindegyiket állandóan lájkolom, <laughs> amiket kiraktok, igen, mert én látom. meg a, én a francia buldogfajta fajta mentő. Hát, uh, jó. Igen. hát ez, ez, de ezt jó, jó, így hallani, hogy ti is ennyire így benne vagytok -e ebben, meg szerintem ez nagyon fontos, hogy így emberek vagyunk, és tudunk az állatkáknak segíteni azoknak az állatoknak, akiknek az életét más emberek ö, tették tönkre. Hát három kedves lány búcsúzik a stúdióból. Kozma Kata, Mira Monoka és Csepeli Adrián. Ez volt a Popfilter negyedik évadának utolsó oh, epizódja. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és ennyi mindent ilyen őszintén mesélt. Ezek ez egy nekem számomra nagyon fontos adás volt. Hát számomra is mindenképpen köszönöm. is köszönjük. Köszönöm a lehetőségét. Én is tök jó volt veletek beszélgetni. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!